time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 6 óra után vagyunk, 19 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk. Egy pici állítás, egy pici nézelődés. Közben elolvasom, hogy mit írt rólam a Havas. Hát erre kell fölkelni. Figyelj, nagyon jó. Azt mondja, hogy Friderikus Sándor könyvből tanulta a szakmát, de rossz könyveket olvasott, mondta Havas a Fridiről. Gönci Gábor. Göncinek annyi köze van a hírekhez, mint nekem a harangöntéshez. Sebestyén Balázs. Tanítottam már az iskolában is, nagy volt a pofája. Nagyon jó, ha akarod, hát végül is. Ez, figyelj, ugye? Megőrülök. Hát ez nagyon jó. Kollégáit alázza Havas, ez meg most a borsban. Akarod, hogy folytassam, mert ezt is mondta. Miért nyerít? Borzasztó. Mindegy, a dolog lényege, hogy a tanítványom volt és hülyeségeket beszél. Időnként nagyon magas lóról teszi ezt, ami még nem az őszintje, maradjunk ennyiben. Na. Jó, hát csak hogy rúgjunk még egyet. Nem, ja, hogy abban is ott is hivatkozott. Jó tanítvány voltál ezek szerint. Ha valaki magas lóról tud beszélni, az a tanár úr. Igen, nagyon jó, ez nagyon bírom. Na, gyerekek, hát megérkezett hozzánk a mi meglepetés vendégünk, ez csak egy napig van ám, de meghívtuk, mert régen volt nálunk, és hát kíváncsiak voltunk, hogy azóta mi történt velem. Úgyhogy itt van, itt van. Ki van itt? Megírta már valaki a jó választ? Néztetek SMS falat? Dobovári Vandát írták, Berecki Zolit, Kassa Tibit. Egyébként én láttam, tegnap már jöttek jó nevek. Nem ígértünk ajándékcsomagot, nem? Jó nevek, miért a Dobovári Vanda is jó név értem. Igen, de hogy voltak találatok. Volt sok találat igazából. Itt van velünk Anett, jó reggelt! Hello, sziasztok! Ciao! Na csak bátran, ahogy régen. Ezer éve nem beszéltünk. Mindjárt elsírom magam. Tényleg? Nem. Mindig ez van engem. Nem ezért jöttél, hogy érzékenykedj. Na, hát gondoltuk, hogy figyelj, ha már úgyis így jubilálunk, meg nem tudom, hogy mi lesz velünk, meg hogy lesz, gondoltuk, hogy akkor meghívunk, és gyere el velünk! Gyere el velünk, egy utolsó olyan kis péntekecskére, vagy egy utolsó októberi péntekre. Hát sose voltam még vendég süllyedő hajón, úgyhogy köszönöm ezt az élményt. Ezért volt ingyen a jegy. Igen. És köszönöm, hogy kíváncsiúztat, hogy csak egy napig. Ja, nem, most ahogy mondtam, hogy ezt még nem tudjuk, hogy mi lesz, de most ma itt vagy ez a lényeg. Igen, én mondtam a Ferinek is, meg a Janinak is, hogy én nagyon féltem tőle, hogy itt csalódottak lesznek a hallgatók, még nyilván azok is, ahogy beharangoztátok, hogy meglepetés vendég. Fel fotót, nem lesznek azok. Jó, köszönöm szépen. 3:55-kor is még hajat is mostam, és hogy biztos, hogy azt gondolták, hogy nem tudom, hogy a Ronaldinho itt van most Magyarországon, hogy esetleg meghívták. Ja, és ő lesz a meglepetés. Igen, hogy a Harrison Fordot, ugye hát mindenhová jó, jár Harrison most. Harrison Ford már mindenhol van. Harrison Fordot már cikibe hívni. Harrison Ford már nem kuriózum, tehát hogy már boltokat nyit, aki pékségek előtt ül, kőbányai tiszik hajnalban a téli pályaudvar előtt, tehát igazából már az van, akkor vagy merő, ha nem találkoztál Harrison Fordot. Igen, bezárt üzletek ajtaján hagy cetliket, hogy még később visszajön és körbenéznek. Igen. Nem kell nekünk Harrison Ford. Igen. Na és tudtál aludni? Nem. Izgultál? A rettenetesen, de látom már is, hogy... figyelj, a mi SMS-ezőink azóta csak sokkal gonoszabbak és sokkal keményebbek lettek, mint voltak, úgyhogy ezt szokjál hozzá, ezekkel nem kell törődni. Anett, az meg ki a muf. Igen. De egyébként ezt én is érzékelem. De jó, hogy... Anett, ki az? Úristen, de jó, jönnek azért a régi hallgatóink, írnak nekünk de sok felkeltő jelen. Hát ő ős morning show hallgatónak kell lenni. Persze, meg tovább élt az emléket, hiszen Annát továbbra is online teszték nagyon sokan. Tehát, hogy az elmúlt 4 évben gyakorlatilag annyiszor kapta meg, hogy Anett, hogy... Igen. Hát nem nehéz azt eltéveszteni. De egyébként, amit mondasz Balázs, hogy a hallgatók, ami újság, ezt annyira át lehet érezni, meg lehet érezni, hogy átvették már a ti humorotokat az emberek, tehát hogy szerintem nagyon jót tesztek ti a közéletnek, mert nagyon kis rohadék lett mindenki. Igen. Havas is rajtunk szocializálódik. Hát látva, erre kell bejönnöm. Bocskor, közepes Balázs nagy pofájú. Hát figyelj, hát ez a helyzet. Na, látod, Anett, imádunk, szeretünk. Hú, de jó, hiányzott az Anett, itt van Csabi, hurrá az Anett. Na, szóval, hogy ezért jönnek pozitívok, ezeket meg fotózt ki, mert utána. Csak negatívak fognak jönni. Nem értettem, hogy Viki ma miért jön később, ő pontos szokott lenni Lacival előtt, mert ezek szerint küldözget az SMS-eket. Megcsinálja a mai műsor. Úristen, de jó, Anett még mindig hiányzik. Írtak tényleg a feleségem, ahogy látom a számot. Na, milyen rendes asszony, igen. Jól vagy, minden rendben? Milyen a gyermek? A gyermek nevelése, jó? Isten, gyerekek, hát ez mekkora szó.
Hoppá, na, az, ugye én is mindig ezt mondom. Adjuk. Aranyosak, szeretjük őket, de a csontunkat lerágják. Jó, szóval. Jártál vele. Tessék? Akkor jó jártál vele. Abszolút, de egyébként egy szavam nem lehet, mert hihetetlenül szófogadó gyerek, tehát nálunk dackorszak, meg ilyesmi, hogy hiszti, nincsen. Lehet, hogy... csak letörted. Nem, de mondjuk arra nem vagyok büszke, hogy két nappal ezelőtt meg kellett zsaroljam őt, ugyanis... Ja, meg kellett verni. Az rendszeresen csinálja. Az mindennapos nálunk, hogy ezen nem akadok fönn. Nem az volt, hogy karácsonyi fotózás volt az obodában, és vettem neki egy gyönyörű ruhát, mintha angyalka lenne benne, és ő eldöntötte, hogy nem akarja azt felpróbálni. És már pedig én önző voltam, és azt mondtam, hogy az én gyerekemen ez a ruha lesz a karácsonyi fotózás. Igen, de... Fiúlány? A fiú. A gyerek? Hát mit tudom én, hát ma már annak angyalkát fiú. Minden csak megkérdem. Olivia néven, egyelőre lánynak neveljük. A mai világban már bárki lehet királylány. Persze, hát Gabriel is arkangyal volt. De mindegy, szóval nem akarta felpróbálni a ruhát, mert megmondtam neki, hogy ha felpróbálod, akkor kapsz egy texet, ami nálunk nagyon nagy szó, mert hogy meglepően szigorú és következetes vagyok édességek terén, és az lett a vége, hogy a gyerek fölvette, és még pózolt is a fotózáson. Jó, de a kekszet nem kapta meg. Megkapta is, még mesét is. Szóval, hogy a gyerek nevelés... Ugye, hogy mi szoktuk egyébként, vagy annak idején mi fotóztuk a kutyát, hogy így egy utalomfalatot a fényképezőgép fölé tettünk, és akkor te mutatod a kekszet, hogy a gyerek oda nézzen. A nyálad? Tudod a nyálad? Hogy nézzen? Nem tudom, nem voltam ott, de szerintem igen, én úgy tudom, hogy báboznak ilyenkor a gyerekeknek, hogy valamennyire lekössék a figyelmét. Mondjuk az én gyerekemnek nem kell, mert van benne némi exhibicionizmus, fogalmam sincs, hogy honnan. Ő nagyon szeret szerepelni, énekel, képzeljétek el, mikrofonba áll, kis testét így mozgatja. Nagyon-nagyon cuki. És hát nekem minden elvem így szana szétfoszlott az univerzumban, ahogy megszületett a gyerekem. Tehát én azt mondtam, hogy az én gyerekem nem fog evés közben mesét nézni. Na jó, persze, hát ez pont addig tart ki, amíg nem látja meg az első mesét. Hány éves? 4 éves? Három éves, és már a második keksz. Hát azért... Meg, hogy nem fog majd az én ágyamban aludni, de hogy nem. Tehát, hogy ezeket így elengedtem egyébként. Meg én erre tök büszke vagyok, hogy hát nagyjából egyedül nevelem, mert hogy az apukája nagyon sokat van külföldön, meg egyébként itt zátonyra is futott a kapcsolatunk, tehát gyakorlatilag semmi nem változott három évvel ezelőttikhez képest. Továbbra is csak van egy gyerekem, tehát hogy nem tudom. Várjál, és ezek a gyereknevelési elvek, hogy két keksz, meg nem alszik a te ágyad, ezeket honnan? A Kozmóból, vagy pedig otthonról hozza? Nem, ezeket a suttogóban olvastam. Hú, a suttogó, hogy törném össze az egész könyvet. Azt szerintem az vétek az anyáknak elolvasni. Vétek a rohadt életben. Én úgy haragszom arra a könyvre egyébként. Nagyon sok mindent vettem át én is belőle az első gyereknél, ami nagyon nem működött, és ezt rájöttem, hogy nincs jobb, mint az ösztöneidre hagyatkozni. Abszolút. Egyébként. Igen. Csak egy idő után az... Na, igen, a öt anyja van, annak a fülébe suttogja. Retardált amerikai. Fúj, utálom azt a könyvet. Igen. Szóval kell idő, hogy erre rájöjjön az ember. Igen. Mondjuk el csak új hallgatóinak, hát azért itt az elmúlt egy-két évben csatlakoztak hozzánk, olyanok, akik régebben nem hallottak, és most nagyukat néznek, és ugyan örülnek, de nem tudják, hogy te ki vagy. Anett hosszú-hosszú éveken keresztül ugye velünk volt már a Klasszon. Ugye mi még a Rádió DJ-ben rádióztunk, és itt a Klasszon 3 évvel ezelőttig, vagy 4 évvel ezelőttig, igazából te ugye itt voltál, akkor még hírszerkesztőként, aki beleszóltál a műsorra. Mindenkinek meg volt kb. Családtag. Ez a legnagyobb szívfájdalom, hogy egyszer se jutottam el Sebestyén Balázsékhoz karácsonyozni, pedig hányszor volt róla szó. Igen, csak mindig lehúztuk a redőnyt, elfújtuk a gyerteket, és azt mondtuk, itt van kint, lezárattad az utcákat. Csak folyamatosan változott az utcanév és a házszám. Mindig másztatom meg. Te már a Tanubiusban is voltál hírszerkesztő? Nem. Én ott a Roxiban voltam hírszerkesztő. Te Roxy, és ide jöttél át aztán, így van. Nem, az más történet. Én az összes rádióban dolgoztam. Igen, azt tudom, a DJ-ben. Igen. A DJ-ben, a Roxiban, az MR2 Petőfőn, a Klubrádióban, és utána jött a Klassz, és hát itt voltam 2009-ben indult ugye a rádió, és akkor nem én voltam rögtön a hírszerkesztőtök, hanem a Maja, és amikor ő elment, akkor decemberben kerültem hozzátok, én nagy örömötökre. Aztán kirúgtak. Így van. És most úgy nem. Aztán pár évvel ezelőtt kirúgtak, igen, de most visszatértél. Tehát, hogy kirúgtak, hogy eltávolítottak ebből a műsorba, visszahozzuk. Visszahozzuk. Ha valaki nem tudná, Roxy nem egy közismert transvestita volt, ez egy rádió volt. Igen. Na, gyerekek, hát ünnepélyesen jelentem közben, hogy sajnos átléptük a 200 ezeret Facebook oldalon. Egy tapsot nyomjál már azoknak, akik lájkoltak, akik velünk voltak ebben a gyönyörű harcban, hát megvan. Én is besegítettem. Most te húzd fel a gatyát. Kiraktam egy posztot, gyűlölöm a cirkuszt, se fotó, semmi, 11 000 lájk.
Bizony. Jó az, jó az. Egy darab felirat, hogy gyűlölöm a cirkuszt. Még annak sok smiley ellen, 11 ezer like. Amennyiben holnapig nem éri el Balázs Facebook oldala. Jó, hát Laci tudott, hogy együtt pulzál a műsorral, szóval, hogy... Miért azt konkrétan... éreztem, hogy a te oldaladon áll? Igen, konkrétan 19 óra 15-kor már kiírtam, hogy gyűlölöm a cirkuszt, mert hogy megvolt a 200 ezer, 11 ezer like, szóval, hogy őrület. De ez őrület nem egy akármilyen cirkusz lesz, hát tudod, nem, egy nem. Különleges, egy speciális neked. Ez egy special edition, ez cirkusz lesz, 50 cirkuszba kell, mert nem hallottad tegnap, hogy... Én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt bevállalod, szerintem meg fogod szeretni ezt. Félek, hogy lesz ott meglepetés is egyébként, félek, hogy Feri is föl fog bukkani, úgyhogy akkor majd megbeszéljük az előadást, és mennem kell. Szóval megyek, beváltom az ígéretemet, végigülök. Ötvösség nagyon bátrak. Ötvösség nagyon bátrak, jó fejek nyitottak, úgyhogy még november közepe előtt fotókkal dokumentálva és bizonyítva vállalom, hogy akkor én elmegyek egy ötvös cirkusz előadásra. Mert hát, mintha a fogamat húznánk. Van, ahol ki lehet hívni az oroszlán szájába a fejet betartani, tudod? Utánnal jön a bohócos szám. De nagyokat fogunk nevetni. Jó lesz. Majd elviszem a gyerekemet, hogy akkor ne alázatok meg nagyon, hogy mégis az gyerekkel vagyok, ne, itt a gyerekem. Szerinted számít? Nem, Benny, hát nem. De érted, ne hívjatok ki a poront közepére. Na mindegy, úgyhogy köszi szépen. Meg vagyunk. Már túl is haladtuk. Most nekem valamiért az oldalam nem jelzi, azt mondja, 201 ezer, úgyhogy... Egyébként a mi sem, vagy miénk se, nem tudom. Mi sem? Hogy azt hittem, hogy a te kezed van a dologban, hogy nem látom én se a követők számát valamiért. Az már oldalom. Annyira szégyellik, hogy ennyi van, tudod. Ott kell lenni a jobb oldalon. Leírtam Zuckerbergnek, hogy vegye le. Tehát, hogy hátra le tudom tagadni a 200 ezeret, nincs, nekem sincs fönt, hogy most mennyien vannak. Valaki mindig szivatja ezt a Facebook oldalt. Tehát, hogy vagy hátra sorolják, vagy eltűnik a követők száma, nincsen. Neked van géped? Ki az a nagyfél? Ki nagy Facebookos? Hát mindegy a nagy Facebookosok, hogy nem tudom, hogy kell kezelni. Én nem látom, hogy mennyien vagyunk. Valamiért letiltotta a Facebook. Nekem már ott vagy a kedvencek között. Viszont nagyon jó. Az Unofficial berágott, mert folyamatosan tiltja azokat, akik belinkelik az igazi oldalt. És tegnap már megírt egy hallgató nekünk, hogy ő az Unofficialre fölment, és garázdálkodva minden poszt alá belinkelt az igaz oldalt, és ki is tiltották azonnal. Tehát ott már nagy harag van. Milyen durva, nem, hogy egy államfőse haragszik az igazira. Szóval ez milyen világ ez, nem? Hogy elrabolták a személyiségemet, és még ő haragszik ránk. Az ő területe volt egészen ideig. Igen, ez az ő területe volt, de hát ez bukta. Csak ők szerethetnek téged, de annyira, hogy... De annyira, hogy sose jelölik meg a forrást, hogy onnan veszik át a képet, igen. Na jól van, oké. Hírezned most nem kell, jó? Nem sok mindent tudnék mondani, esetleg Bogyó is babulsz a mindennapjairól. Igen, azért mondom, hogy ettől most megszabadítunk. Úgyhogy Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza természetesen mi is. Ha játszol ma egyet? Játszol ma egy fekete-fehér nemet? Megmaradt a játék, igazából semmit nem cseréltünk. Azonnal el fogom veszíteni, biztos vagyok benne. Legalább a hallgatók imádnak. Jó, játszom. Játszol Zsüllel egyet itt a hírek alatt. Zsüll felhoz. Zsüll feltrenírozz egy kicsit itt ebben a negyed órában, és akkor utána. Jó, tehát akkor Anettet hívjátok ki, ma átadjuk neki a játék lehetőségét, ma vele játszatok akkor egyet, jó? Úgyhogy annyi kell, hogy csak jelentkezzetek játékra, nem kell megint, hogy kivel játszanátok, és akkor jövünk mindjárt. Na, csak egy-két SMS, hogy jobb kedved legyen. Kedves már, hogy még jobb kedves legyen. Anett Milf lett képes képet. Kedves Anett, jó téged újra hallani. Hiányoztál, azt mondja. Üzenem Avasnak, hogy egy paraszt. Így egy hallgató, nem én mondom egyébként. Azt mondja, hogy Kővári Anett, imádom a hangját, ha újra kezdtek veletek, kezd puszi Anett. Nincs is nála jobb puszi Anett. Tetsz, látod? Szóval írnak a rokonok, azért néz meg. Anett, hát azért az aláírás. Olasz Liszka mögötted van továbbra is. Mindenki vett egy dominókártyát, ahogy látom. Szóval igazából nincs itt baj. Így van. Na, Anett, annyira jó újra hallani Sejmes hangot, búgását. Imádom. Azt mondja, hogy nehogy ez a hét is elmenjen. Igen. Szia, Anett, apukát puskája hogy van? Balázsa jókat beszélgetett a mi örömünkre. Öreg vadászik még? Hát nem nagyon. Most nem? Annyira nem. Most más dolgai vannak. Viszont ez az SMS is tetszett, amit írt valamelyik hallgató, hogy Anettnak nem keddenként van rovata? Úristen, de jó! Úristen, de jó! Nem mindenki update. Úristen, de jó! Nem is értem, miért van itt pénteken, hát keddenként van. Na jó van. Fél hét múlt 3 perccel Ákos mondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. 10 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És már is folytatjuk, csak egy kis, mi ez, mit mondja? Túlha. Ilyenkor erre nagyon nehéz szinonimákat találni. Azt írja Kati, hogy örülök neked, Anett, a Neo FM-et hagytam ott a kiváló hírolvasásod miatt, eleinte csak miattat hallgattam a műsort. Kati,
aki most örül, hogy itt van, ugye ő Neót hallgatott, aztán Anettet megszerette és átjött. Átjött hozzánk. Kis művésznő! Na mi van, már a második megszólalása, már be se jövünk? Ennyi? Hát a három csaj össze a gyerekek. Ez az igazi 6 perc után sztárölőrök. Na mi van, már pletyka, Viki, nem Anna. Nem a feleségeddel beszélgettem a hosszú hír összefoglaló alatt, úgyhogy most már minden. Hát ott volt pár évet megbeszélni, úgyhogy úgyhogy ott lehetett, igen. Jó. Viki is nagy dumás, Anna is, úgyhogy jól elvesztek. Na, felkészültél a játékra? Nem, de nyomjuk. Jó, de legyél ügyes. Jó, hogy állunk egyébként? 2-2. Csak mondom, hogy 2-2 van, Anett. Tehát nem akarlak nagyon nyomasztani, de hogy jó lenne, nem rajtad menne el ez a hét. Nem el a bótunkat. Jó lenne, nem rontanád el a bulit, mert mi nekünk minden hét nagyon fontos. Mi már romávertük őket így is, úgy is, tehát már semmit nem tudnak csinálni, futnak gyáván. De hazamenni, hogy te buktad el a helyet. De azért az ne legyen tényleg, hogy most ezt emiatt kikapunk, mert esetleg izgulsz. Jó, itt van már is hallgatunk. Halló, jó reggel! Sziasztok, hello, jó reggel, Balázs vagyok. Ó, Balázs, hello, honnan hívtál minket, Balázs? Tahitótfaluban. Itt van Anett. Hello, Balázs. Hello, szia. Örültem neked nagyon. És már nem. Örültél, de már nem, igen. Hallgattad régen, vagy hallgattál minket akkor, amikor még Anett volt? Persze, régóta. De cuki vagy. Tehát akkor hát neked nem... tök jó, mert veletek kelek reggel, és akkor pont mikor oda közeletekbe beérek dolgozni, akkor pont akkor van vége a műsornak, szóval. Na, hát akkor, akkor minden 4 órát együtt töltjük. Csoda, az jó. Gyakran van így a rémálmaid. Igen. Még jó hosszú idő, amíg beérsz dolgozni, hogy 4 órát velünk tudsz tölteni, igen, az jó. Igen. Az jó. Hát, nem úgy 4 órát. Tahitótfaluban az Üllői út elejére. Azt megértem. Ez így minden nap. Na jól van, körbe szimatoljátok egy picit, Anetta? Emeld fel a hátsó lába. Csapjunk bele. Jani? 3-2-1! Fire! Na. Hello, Anett. Mit is mondtál, hogy Tahitótfaluból telefonálsz? Így van. És milyen ott lakni? Gyorsan kérdezek egyet, jó? Gyorsan kérdezz egyet. Nagyon jó. Kevésbé cserélném el a pesti lakásra. Mert? A fővárossal mi a gondod? Hát, zajos? Nagyon, forgalmas? Zajos, nagyon nehéz lenne ott lakni. Itt nagyon jó. Kimegyünk, és 5 perce itt az erdő, és már megyünk is. Ilyen közel van a természet hozzátok? Így van. Gyorsan szeretnék valamit kérdezni, jó? Kérdezni volt. Jártál már úgy, hogy valami jó cselekedetet csináltál, és utána nagyon-nagyon megbántad? Soha. Soha. Én egy macskát hoztam haza május utolsó napján, amit a 11-es úton szedtem össze, és én magát a sátánt engedtem be ezzel a lakásunkba. Szereted az állatokat? Nagyon, van kutyánk is, igen. Hey, lúzer állat, Balázs. Na most a gyerekeim így, ez ilyen. És ez a félperverz, ilyen búgó, ilyen sútogó, ilyen metálfényes hang, ami nyomtad. Igen, ez nagyon-nagyon kemény volt. De nehéz volt. Ez a hangom. Nagyon-nagyon kemény ellenfél voltál, Balázs. De közben hát, mégsem előttek. Nem, én majd javítok, egyáltalán nem voltál, azt hisz kikaptál. Úgyhogy igazából egy nagy tapsa lett meg, ennyi. Köszönöm szépen. Ennyi, gyerekek, behúztuk. Már az a nyomattás, Balázs, amit a hallgatókra helyezel, az nem semmi. Most nem is voltam az, mint mondtam valami olyat. Tényeket mondott, hogy eddig alára vertünk benneteket. Hát ez mi a nyomasztás? Hát egy kicsit azért, egy kicsi lelki teret azért kell a nyakatokba tenni. De úgy érezzük a hangodon, Balázs, hogy nem nagyon zuhantál meg, és igazad is van, mert csak a győztesek sírhatnak. Anett? Szép volt, Anett, gratulálok, ügyes volt. Köszönöm szépen. Próbáltalak az eldöntendő kérdésekkel csőbe hozni, de nagyon nehezen ment. Kikerülted. Balázs, köszi a játékot. Én is köszönöm. Gondoljál, hogy szoktam mondani, a nyereség nem minden, a győzelem meg egy nagy semmi. Úgyhogy igazából. Jelen pont fordítva, de hülye vagyok, még el sem tudom mondani. Igen. A nyereség nem minden, a veszteség meg egy nagy semmi. Vajon ezzel mit akart mondani, Balázs? Köszi, ciao, hello. Sziasztok. Hello. Nincs valami kaját? De itt van. Hoztam zapkását. Kóstol meg a zapkásáját. Ez kővári féle. Kővári féle zapkása? Igen. Igen. Jó. Van benne fehérje por. Kinek a fehérje pora? Kinek a fehérje pora, meg milyen formában tartalmazza az? Meg tecsós, organikus, köles golyó, egy kis kopola. De nagyon éhes vagyok. Én mindig éhes vagyok, úgyhogy... De úgyis lefikázol. Az igaz, de legalább... Jó, megkóstolhatom? Persze. Miért eszel ilyen fehérje porokat? Ez miért kell? Ja, még nyomod ezt a gyúrást? Na, majd ezt megbeszéljük akkor. Jó van. Oké, 4 perc, pontosan 7 óra van, friss közlekedési híretek küldjétek. Mi pedig jövünk újra. Ákos, híre jut. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vendégünk van, itt van Anett. Hello, Anett. Jó reggelt. Hello, mindenkinek. Jó reggelt. Anett régen sokáig velünk volt, ha valaki esetleg nem tudná, hogy ki ő, de nem gondolom, mert azért nekünk lojális hallgatóink vannak, és családtagnak tekintünk mindenkit, meg ti is bennünket, de azért mondom, hogy igazából ugye hosszú éveken keresztül voltam hírszerkesztőnk, és úgy döntöttünk, hogy akkor egy picit visszahívjuk, és megnézzük, hogy van, milyen állapotban van, mennyire van lepukkama, egyáltalán mi van vele, és hát megállapítottuk, hogy eléggé. 3/4-10-ig húzzuk ki, akkor őszinték leszünk. De nem, én is azt láttam, hogy azt néztem, hogy itt a rádiónak a WC-ben a tükör mennyivel őszintébb, mint az én otthon. Semmi nem változott. Itt semmi nem változott. Ugyanúgy omladoznak a vakolatok, igen, koszos a függöny, és rácson az ablak. Itt semmi nem változott. A csempét még te mocskoltad össze. Ugyanolyan szarok a munka körülményeink, mint az elmúlt 8 évben, úgyhogy... Na, új zenéink vannak, örömmel konstatáljuk, jó kis Muse, én bírom, sokkal, én szeretem ezt a zenét, kicsit depresszív, de hogy úgy van egyfajta elhúzása vagy lendülete. Nem hát tudom, hiszen péntek van, hadd legyen depresszív. Én ezt valahogy szerettem, de tele vagyunk új zenével. Később lesz az Abbától és a Waterloo. Igen. Azt mondja, hogy hol voltál tegnap, Anett, beteg voltál? Kérdezi Robika. Ez a legjobb, gyerekek, amikor úgy telik a 3-4 év, hogy ugyanúgy megy minden tovább, igen. Bugyi nedve, szitáló eső, nem szeretem a szürke reggeleket, Fabandita küldte nekünk. Megyeri úton a temetőnél van egy baleset, köszönjük szépen. Azt mondja, Jani, Anettnek még mindig jó a popsia? Kérdezi. Soha nem volt neki jó. Ja, micsoda? Nagyon jó. Jaj, kiköptem a teát. Úristen. Ezt kikérem magam. Nem, hát ő sokat dolgozott, meg szerintem erről is fogunk majd beszélni. Hogy nála ez minden szóba jön, minden szóba jön. Az így ütött be. Hoztunk diót, kalapácsot, összetörjük a fejekét. Lesz segteszt 9 óra. Gyerekek, a fejem az gáz, de a testemmel nincsen probléma. A fejem az gáz, de a testemmel nincsen. Nekem is mindig ez volt a bajom veled. Igazából. De egyébként pont valamelyik nap gondolkodtam, hogy milyen szar az, amikor az ember olyan külsőbe születik, tehát hogy olyan a teste, hogy mondjuk nem tudok az arcomon változtatni, és hogy ezt így el kell fogadjam, bármennyire rossz érzés, meg hogy utálok tükörben nézni, de hogy ezen nem lehet változtatni. Igen. És hogy milyen szerencsés az a plasztikai sebészet? Hát nincs arra pénzem. Ja. Mondjuk ezt a szemhézimet, ezt lehet, hogy meg fogom műtetni, mert ez ilyen kis fitmás itt. És ezt nem, más a szemhézimet. Igen, rendben, te már fitmát, ha azt gondolod fitmának. Na, azt mondja, Drágonek, nagyon szeretelek a Budapestében. Voltál? Hogy hát Anett Kára írják. Mindig megy ez a poén, hogy Anett. Ja, azt hittem, hogy mit tudom én, kitettek, ugye, és akkor nagy végső elkeseredésében, akkor még volt talán Budapest, és akkor elmentél, és mit tudom, Vesztelen tornáztál 11-től évfélig egy terhesen az meg kifejezetten gusztusos lett volna. Amire igény van, tudod? Ez a terhes torna Vesztelen, Anett Kára. Most tárogatás. Megtaláltam, fit volt, ezért most a hasamon egyensúly ez a kevés, 8 hónap. Homorít. Ja, Istenem. Na, azt mondja, hogy más a családtag vagy ideje, hogy kived a részed a melóból. Kezdeted a porszívódással. Érte nekünk egy hallgató. Hiányoztál. Anett, Rolibá küldi, és a mai őszinte rovatban ez az ismeretlen csaj is benne lesz. Ez egy hallgató benne, hogy ne? Hát egészen 10-ig. Bármit egészen 10-ig van velünk, Anett, igen. Szentendrei út, Árpád hídi felüljáró előtt baleset, game over. Marci, köszönj el, küldted, valamint Kópháza Nagyszent között Sopron felé baleset, több kilométeres a sor, rendőr még nincs. Ezt Orsi küldte nekünk. Na milyen itt, jó? Nagyon, csinálhatok majd egy szelfit. Hova? Persze. Ja, hogy mi is rajta legyen. Persze. Szeltek. Hova csinálod? Hát oda. A Facebook oldalamra. Hány követőd van? 17 000, egy kicsit szerintem felnyom. Ennyien lájkoltak tegnap? Nagyon. Az első 5 perc. Amikor kiderült, hogy megyek, elbukom a fogadást, megyek az ötvös cirkuszba, tegnap pont ennyivel lett meg a 200 000. De mondtam, amikor elindult a Facebook oldalat, írtam neked esemért, hogy 100 000-nél tedd már ki az én oldalamat, légy. Hát, rám írt egyébként, tényleg igen, tényleg? Csak aztán elfelejtett. No. Hogy nem. És most kitűztél magadnak egy tervet, 130 like vagy ilyen? De mindegyiknek örül.
körül. Ők annyira édesek, ők azóta ott vannak az oldalamon, hogy én rádióztam. Tehát, hogy az elmúlt 3 évben ugye nem nagyon voltam látható hallható sehol, de hogy van 17 ezer ember az országban, aki kíváncsi. Nem, ez mennyiről ment le a kirúgásod napján? 33 ezerről? Ja, igen. Mire azért én már csak 17 ezer? Na, nem. Hát ez így folyamatosan növekszik. Hát így egymásra találnak a magányos kiégett emberek. Ne bántsd őket, nagyon-nagyon-nagyon cukik. A biztonság kedvéért én is megosztottam azért az oldaladat, Balázs, hogy meg legyen az a most már megvan. Manézs. Most már csak valamit majd a kettőt elkezdjük találni, hogy ez még azt meg kell húzzuk. Az hogy tudom eltüntetni. Igen, igen. Mert ha ilyen aktivitások vannak, hogy egy nap alatt 15 ezer, akkor az igazából 3 nap alatt is meg tud lenni. Most a jövő héten elmegyük a cirkuszba, aztán kitalálunk neked valami újat, haladni fog ez. Akkor az azt jelenti, hogy nem is nagyon tudok elmenekülni, igen. Ugye azt a téteztem tamalat, hogy egy 250 előtt törölhetem magam. Tehát ha nincs meg november közepig a 250, akkor lejöhetek. Ez simán megvesz, hát viccelsz. Hát most belassult. Mondjuk, hogy spontán, most begyorsult. Nem hallottad, Anett is kitette. Igen, láttam is, mikor kiraktad. Onnan is vagy 38. Igen. De könyvet is írtál, nem? Rólam? Nem, de... Írt egy könyvet, nem emlékszem a címére, csak az alcímére, hogy kár a fákért. Nem, gondoltam, hogy ez szóba fog jönni, és arra gondoltam, hogy mindenkinek van egy olyan könyve az életében, amit nem kellett volna kiadatni, igaz, Balázs? Gyerekek, ez többen ment el, mint ahányan összesen lájkolnak benneteket a Facebook oldalon. Így, ahogy vagytok hárman, ja, te nem vagy Facebookon. Nem. Abba elment 50 vagy 60 ezer abból a könyvből. A tiéd? Az enyémből. Az enyémből 2800. Nagyon szép. Aztán csődbe ment a kiadó. Ezzel. Ezt még bevállalta Franki, erre tudod, behitelezte a könyvet, aztán bebukott. 2-8-ból még a nyomtatás jön vissza konkrétan. 5 ezeret kell eladnod, hogy nullszados legyen. Én nem tudtam, hogy ez a csaj egy ekkora sztár, de nagyon tolja. Hagyatjam, kér a következő könyvedet, léci. 30 ezeret gyártottam belőle, nagyon gyors. Ennyi ment, 1500 másfél év alatt. Igen. De ott van a polcomon, és erre büszke. És miről írtál? A reggelekről, vagy a hírszerkesztés rejtelmei? Mi van? A reggelek Balázsra? Mert akkor még elment volna 10 ezer. Igen, gondolkodtam rajta, de aztán erősebb volt bennem az ösztön, hogy azért gondolják a jövőmre, és nem, én nem osztottam úgy az észt, mint te. Én egy önéletrajzi életésű sztorit találtam ki, és erről szóltam mindjárt 30. Talán egy-két antikváriumban még kapható. Az első 10 fejezet a Ladies Cup volt, nem? Így van. A második 10 a Morning Show. Ezt a minden indekár, hogy nem olvastam, de most megkeresem. Ez legalább olyan, mint amikor az én könyvemben kika utalványok voltak, meg gastroel utalványom, persze. Valamiért csak vegyék meg. Nem úgy. A következőt már nem így csinálnám. Na, fene vigye, hát az ember azért tanul az ebből. Az utolsó 15 oldal voucher volt. Volt benne kika utalvány, gastroel utalvány, egy csomó minden. Gastroel étlap. Tök jó. Odaillik egy ilyen spirituális jellegű könyvhöz, egy gastroel étlap. Tökfőzelék, csicseri borsó krémleves, brassúj, A menü, B menü. Igen, óriási, de jó palacsinta. De miről szólt az a könyv? Nem tudom. Ja. Nem tudom. A könyv bemutatóján kaptam egyet a kezembe. Annyira, mondtam, annyira mély volt. Hagyjatok még 5 percet, mi kezdődik a sajtótájékoztató, átfutok gyorsan, által lesznek kérdések. Mi ez? Ja, a könyve. Mi ez a szar? Ja, ezt én írtam. Ja. Gyengedtem, hogy rárakjátok. Ja, ez ennyi. Honnan van a fotó? Hülye, akkor még az nagyon hosszú seprű jellegű hajad volt. Konkrétan igen, cirok seprű fejjel, igen. Igen. De nem maradt egy példány, se hoztál volna nekünk. Hát nem gondoltam, hogy kíváncsiak vagy. Mert nem vagyunk, csak jó esett volna. Hogy... Hát jó, azért érted, egy dedikált könyv tőled, pont billeg az asztalom az irodában, tehát be tudtam volna tenni. Hát, ha hallgatok, jó, hát úgyis, hogyha vége a rádiónak, akkor küldök majd mindannyiótoknak, hogy a téli hőestéken legyen, mit olvasnatok. De várj erre a címre. De most. Nem, a jövő héten inkább, mert még a gyereknél tart a papírgyűjtés. Jó vastag, egy-két érfér 400 oldalat, nem értem, hogy miért. Igen. Én még karácsony előtt kérek egyet, hogy meglegyen Vikinek a karácsony ajándék. De ne legyen beleírva, jó, hogy bele tudjam írni. Drága felesége van. Na, mit szóltok a körúti robbantóhoz? Egy kicsit járjunk ennek utána, mert hogy azért nagyon érdekes ez a történet, és elképesztő dolgokat hall az ember, igazából azt gondolom, hogy csak mozaikokat tudunk összetenni. Ugye az anyukáját állították meg, szondáztatták a rendőrök, erről a szondáról vettek DNS mintát, és hát az egész nagyon szövevényes, kivonultatek, mintha legalábbis háborúba indulna, de megvan, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Kávézni is így mennek. Igaz, végig ilyen páncélos autók, ugye a
az M7-esen vagy az M1-esen valamelyik autópályán, és... Itt a faluba eltévedtek a srácok, meg kell... Nincs meg a sztori? Nem, rossz helyre mentek? Aha. Nincs meg. Hát, betörtek valahova? Még a betörés az nem volt, de állítólag megállt a tekes autó, kicsapták a tetejét, és ott álló Mariska nénitől megkérdezték, hogy merre van a Kossuth utca, mert a GPS... Nagyon jó. Nem, ez a csokonai! Aranyom! A Kossuth barra van, hol a vissza, tudtál? Megadom magam, mondta Marika, hogy megmondja. Jó, hát nem, hát nincs helyismeret azért nem mindenhol. Nem állni 10 urak! Ide, hozzám, Jézusom, nem áll. Aztán oda találtak, hát a fáma szerint. De miért? Telepítőlemezről megy a frissítés a GPS-nek, és még az idejét nem vették nem meg. Volt tényleg. De gyerekek, azért dicsérjük meg őket, szóval azért ez nagy dolog. Szóval ilyen erővel, így 2 hét alatt, nem tudom hány hét alatt, 3 hete volt a robbantás, azért így felgöngyölni, elkapni, azonosítani, és így elkapni. Ugye a robbantók nagy százaléka nem volt meg soha. Budapesten volt egy nagy robbantós korszak, és az esetek 90%-ával sose derült ki, hogy ki állt mögötte, politikai indítatású volt-e, felbérelték, magyar külföldi, semmit meg nem lehet. Hát ez egy közveszélyes ember, tehát hogy nagyon jó, hogy most már nem kell attól tartanunk, mert hát állítólag a hírek szerint, hogy készült a következő robbantásra is, úgyhogy nem kell attól tartanunk, hogy esetleg áldozatok lesznek a robbantásra. Mindenféle összeesküvés elmélet van, ugye van, aki azt mondja, hogy hát ez fura, hogy ez a népszavazás előtt pont, miért támadná meg valaki a rendőrséget, lehet, hogy csak közhangulatot akartak vele, mit tudom én, fokozni, hogy sikeresebb legyen, közben van, aki azt mondja, hogy miért egy ilyen fiúval fokozták volna, közben magányos elkövetőre valaki, az anyukájával lakik, és kicsit úgy néz ki, hogy pszichopata. Szóval érdekes a dolog. Minden esetre mi felhívjuk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, hogy mondja, hogy megy ilyenkor a nyomozás, mi az, amit tudhatunk, mit csinál a TEK, és mi alapján azonosították, mert azt mondják, hogy egy magányos elkövető, aki pszichopata. Közben meg baromi profin hajtotta végre, a ruhát váltott, járást váltott, mozdulatsort váltott, szóval közben az elkövetés módja meg ugye hát profira val. Úgyhogy sok-sok ellenmondás. Talán soha nem fog kiderülni, hogy mi történt valójában. De mindjárt megkérdezzük. Tarjányi Péter itt van velünk. Jó reggelt! Hello Péter! Ciao. Jó reggelt! Sziasztok! Hello. Hello! Na, hát honnan is kezdjük? Jól mondtam, hogy az anyukájától vettek le DNS mintát? Megszondáztatták? Hát vannak ilyen információk, ezt ugye a rendőrség, illetve az ügyészség még nem erősítette meg. Azt gondolom, elképzelhető egy ilyenfajta idézőjelbe tett trükk. Tehát, hogyha a helyszínen, ahol a robbantás történt, valamilyen fajta DNS minta maradt, akár a zsákon, vagy hát nem tudom, hogy mennyire láttátok a videót, de amikor ugye a robbanás történt, ugye a fiatalember visszalépett, ugye ott van egy ilyen fülke, egy ilyen beugró, amiben ott elbújt, hogy ő ne sérüljön meg a robbanásnál. Ez azért nem jelenti azt, hogy teljes egészében védve volt. Tehát, hogyha megnézitek a videót, ott azért egy nagyon komoly léglökés volt, ott repültek csavarok, szilánkok, tehát maradhatott akár egy egyszerű vércsepp, ami egy picisebből, vagy a hajából egy hajszál, ami ott maradt a helyszínen, és hát ilyenkor az történik, és ugye előbb kérdezted, hogy hát hogy megy a nyomozás. Nagyon-nagyon fontos mindenfajta nyomozati lépés mellett a konkrét helyszínelésben, hogy tulajdonképpen ezt úgy képzeljétek el, mintha fölporszívóznák ott a környéket, tehát minden mintát összeszednek, ez azt jelenti egyébként, hogy adott esetben több száz minta lehet ott, több száz embertől. Viszont, hogyha későbbiekben történik valamilyen fajta elfogás, és annak a személynek a DNS-e mondjuk a helyszínen található 300 DNS közül valamelyikkel egyezik, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos bizonyíték, hogy az az ember akkor ott járhatott. És hát én azt gondolom, hogy valami azért volt a rendőrség kezében, és hát az elfogás előtt úgymond az íre a pontot feltették úgy, hogy valamelyik családtagot megnézve például így a szondán keresztül. De az egyezik a DNS? Tehát az én DNS-em az egyezik az anyukám DNS-ével? Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy az átfedés. Tehát aha, ilyen 90-valahány százalék. És ezt figyelj, az, amikor egy akciót el kell indítani, és ez az utolsó ellenőrzés úgymond, hogy jó helyen járunk, jó nyomon vagyunk, és akkor van egy ilyen fajta gyors teszt, amiben egyszerűen csak pozitív-negatív. Tehát van nagyon-nagyon komoly egyezés, vagy nincs. Tehát nem ilyen nagyon-nagyon 100%-os ellenőrzés folyik ott, mert ugye az egy több órás DNS vizsgálat, de egy ilyen gyors teszttel, hogy igen, te valószínűleg rokona vagy annak a személynek, ez már elegendő. Tehát amikor van egy nyomozás, és eljutottak rengeteg információhoz, és egy utolsó ellenőrzésként van egy ilyen gyors teszt, amit valamelyik családtagtól, most ahogy előbb mondtad, édesanyától megszereznek, akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy hoppá,
nagyon nagy az egyezés, erre el lehet már indítani az akciót, és akkor induljon meg ilyenkor, a különleges egység. Ilyenkor miért kell 30 páncélozott autó, meg ekkora erődemonstráció? Tehát nyilván tudják, hogy kihez mennek, de hát azért az, hogy felvonult a tech, én nem azt mondom, hogy baj, meg rossz, csak a furának tűnt, hogy egy magányos robbantóhoz kimennek, 34 páncélos autó, 30-40-50 tekes, hát azért... Igen, ezt többen kérdezték. Egy erődemonstráció ilyenkor? Van ez is, de azért tudomásul kell venni azt, hogy mindig a legrosszabbra készül a különleges egység. És egy ilyen helyzetben azt láttuk ugye a videófelvételen, hogy ez a fiatalember azért összerakott egy bombát otthon. Nem lehetett azt tudni, és nem lehet tudni egy ilyen robbantónál, hogy nincs-e valamilyen fajta bomba csapta az épületben. Tehát az, hogy megtörténik az ő elfogása, és utána házkutatások történnek, és egyébként az épületben rejtett bombák vannak adott esetben, nem lehet a bűnügyi nyomozókat és az ügyészeket beengedni egy ilyen területre. Ezt a területet át kell vizsgálni, ehhez speciális eszközök szükségesek. Szükséges a védelem szempontjából a legmagasabb biztonságot adni a rendőröknek, és hát nyilvánvalóan, amikor ez megtörtént, őt elfogták, és utána megtörténtek a házkutatások, a legrosszabbra készülve fölkészült a különleges egység arra is, hogy adott esetben ellenáll valaki a családból, lehet adott esetben fegyver a helyszínen. Ugye volt egy ilyen alapinformáció, hogy lehet, hogy fegyvert is be tudott szerezni. Az, amikor most, bocsánat, más lesz a példa, de megértitek a logikámat. Brüsszelben egy lövöldözésnél a belga rendőrökre ma Európában katonai fegyverekkel tudnak tüzet nyitni emberek, mert Európában hozzá lehet jutni ilyen katonai fegyverekhez. Vagy emlékezzetek vissza, hogy Párizs utcáin kalasnyikovokkal lövöldöztek. Tehát azt tudom mondani, hogy annál nagyobb biztonságérzet egy rendőrnek, egy ilyen különleges egységnek nem lehet, mert amikor oda megy a páncélozott szállító harcjármű, és azon kopognak a lövések, de te tudod azt, hogy neked semmi bajod nem lehet, mert egyébként felfogja a lövedéket a páncélzat, ez azért eléggé magabiztonságot tud adni a rendőröknek, tehát mindig a legrosszabbra készül a különleges egység. Arról tudni már valamit, hogy ennyire profi, hogy megrendelte az internete, hogy össze tudta tenni, hogy megváltoztatta a mozgását, hogy többször átöltözött, hát azért ez nem úgy tűnik, mint egy ilyen pszichopata mama kedvence, aki egyébként ez nem bombaszakkörön vett részt, nem? Azért nem, mert 20 évvel ezelőtt volt egy hasonló ügy, amiben én dolgoztam, 1995-96-ban, ahol szintén robbantott egy fiatalember, ő egyébként kiskorú volt akkor, 17 éves, összerakott egy robbanó eszközt, senki nem vette észre a családból, hogy ezzel szórakozik, idézőjelben, fölrobbantott Pilis Csabán egy távolsági járatot, tehát több ember megsérült, és amikor benne voltunk az ügyben, és mentünk végig, döbbenetes volt, mi is ugye elindultunk onnan, hogy terrorista, meg idegenkém, meg titkos ügynök, mert tényleg profi volt, mert robbant az eszköz. És utána végén eljutottunk egy gimnazistához, aki nagyon-nagyon szereti a kémiát, és egyébként utána nézve, utána olvasva 1995-96-ban képes volt otthon összerakni úgy egy bombát, ami működött, és igazán egy darabig a hatóságot az óránál fogva vezetni. Ma a sötét internet világában, azt kell mondjam, urak, föl lehet készülni. Tehát van ez a lelkes amatőr idézőjelbe, aki utána olvas, és egyre több olyan videó, szakmai anyag van, hogy sajnos otthon összetudnak, akár házi eszközök. Hát igen, pont most olvastam egyébként erről a deep webről, vagy sötét webről egy nagyon érdekes tanulmányt, amit azt jelenti, hogy az internet 1%-a zajlik így, hogy beütött, hogy Google, meg Index, meg hírkereső, és a 99% az már valójában tulajdonképpen a deep web, vagy a sötét web, ahol aztán mindent megtalálsz, mindent megrendelhetsz, mindent megvehetsz, és mindenre szert tehetsz. Csak hát ismerni kell. Én ezért tenném idézőjelbe, hogy ő mennyire profi, tehát egyébként a mozgás alapján, amit ő ott a helyszínen és azon a videón, amit láttam, én első pillanatok kezdve azt mondtam, hogy ő nem egy profi terrorista, mert egy profi terrorista tudta volna azt, hogy mindent ugye kamera rögzítő ezzel tisztában volt, de egy támadás után pont azzal hívta magára föl a figyelmet, hogy őt elsétált és átlépett a rendőrök fölött. Egy profi terrorista elvegyült volna a tömegbe, és ugyanúgy sikítozva, kétségbe esetten szaladt volna a többi emberrel. Tehát ő azért hibázott. Nyilván ez, amit előbb mondtam, és idézőjelbe tettem, ez a lelkes amatőr, tehát föl lehet készülni, el tudta készíteni a bombát, működött a bomba, ruhát tudott váltani, tehát tisztában volt bizonyos ilyen alapfogásokkal,
de ennek ellenére hibázott, mert egyébként a rendőrség végül is eljutott. Jó, de hát ezek ugye minden második akciófilmben benne vannak ezek. Igen, tehát még nem lesz valaki profi. Az elfogásra visszatérve egy fél mondat erejéig, ilyenkor van valaki, aki csekkolja, ott áll és csekkolja, hogy otthon van-e az illető, még mielőtt odaérnek a páncírozott szállítói járművek, meg odaérnek az autók, meg odaérnek a többiek? És adja nekik le folyamatosan a drótot, hogy még itthon van, most nem lement a kis közérdbe, tejet vett és kenyeret, ja nem kiflit. Tehát, hogy... Igazán egy ilyenfajta fontos, nagyon-nagyon fontos akciónál nem az elfogás pillanatában kezdik el figyelni az illetőt. Tehát itt abszolút el tudom képzelni azt, hogy amikor szorult a hurok körülötte, tehát egyre több információ volt, és felmerült az a gyanú, hogy nagy valószínűséggel ő az, de még nem indult el a különleges egység, akár órákkal előtte már ő egy nagyon-nagyon szoros figyelésben volt. Ez technikai figyelést is jelent, fizikai, tehát emberi figyelést is jelent. Én azt gondolom, hogy pontosan tudták, hogy ő hol van, de nyilván a legrosszabbra készülve azt is feltételezték, hogy lehet, hogy bombacsapda van az épületben, lehet, hogy a családból valaki még benne van. Tehát az egy ezreléknyi problémára is fel kell készülni a különleges egységnek, és minden variációra kidolgoznia valamilyen fajta forgatókönyvet. Ez történt, pontosan tudták, hogy hol van, elfogták ugye az utcán. Nem nagyon mond semmit, nem? Tehát nem beszél azt ellenére. Én azt gondolom, ez is beszédes. Bármennyire is furcsa, mint mondok. Tehát nyilván egy ártatlan ember azzal kezdi az elején, hogy elkapták, és elmondja azt, hogy amikor közlik vele, hogy mi történt, miért van az ő őrizetbevétele, hogy kérem, nem én voltam azért, mert akkor itt és itt voltam, esküvőn, akármit. Tehát, és nyilván a rendszer... Na jó, de az indítékot, hogy lehet ilyenkor kiszedni belőle? Tehát ezt hogy fogjuk megtudni, hogy mi kivezett, rá rávezették-e, többen voltak-e, megkérték, hogy csinálja, meg egyedül csinálta. Ez az egyik legfontosabb irány most. Tehát mind a mellett, hogy készítik elő a vádat már, tehát úgy megy a nyomozás, hogy tényleg a bírósági szakban minden szakértői vélemény ott legyen precízen. Hát a legfontosabb kérdés az, hogy miért tette azt, amit tett. Én azt gondolom, az elkövetkező napokban meg fogják őt szólaltatni, mert hogy vannak erre profi szakemberek. Tehát ezt ténylegesen úgy képzeljétek el, hogy... De külső reményomok nem maradnak, ugye? Nem, de hogy... Telefonkönyv. Igen, nekem profi szakember. Nem. Tehát mindenki azt gondolja, hogy ez tehát, hogy fizikai erőszakkal, nem. Tehát nagyon-nagyon profi csapata van az ügyészségnek, rendőrségnek, kihallgatók, akik abban jók, hogy... Ha nem mond semmit, akkor azért nehéz. Mondok egy konkrét példát. Az, amikor te kérdéseket teszel föl, vannak olyan kihallgató helységei, például a központi nyomozó főügyészségnek, ahol tényleg, mint hogy a filmekben, tehát, hogy van egy ilyen elsötétített üveg, és ott szakemberek figyelik, hogy te hogyan nyilatkozol közben, kamera van az arcodra irányítva. Tehát az, amikor kérdéseket tesznek neked föl, tehát ott valamit reagál a szemed, reagál az arcod, mert számtalan dolgot ki lehet olvasni, és hát egyre inkább nap-nap után ezek a szakemberek apró pici rezdülésekből építenek föl egy kihallgatási taktikát, ami egyébként előbb vagy utóbb eredményhez vezet. Ez egy szakma, ez értenek. Kérdezi egy SMS írő, hogy az a néni, aki elmondta a teknek, hogy nem ez a Kossuth Lajos utca, hanem hárommal arrébb, az megkapja a nyomra vezetői díjat? Mert állítólag eltévedtek, és egy néni ház előtt megálltak, és a néni mondta, hogy aranyom, ne erre egy picit még kettő utcával lejjebb. Igen, és a botjával megállítottak. Rá ne menjen a virágomra. Igen. Hát ilyenkor azért felröppennek pillanatok alatt ilyen városi legendák. Tehát higgyétek azt el, hogy az elfogó egységek pontosan tudták, hogy hova kell menni. Én tudom, a magyar ember ilyen, én is olvastam egyébként, tehát, hogy mindenkiben van egy ilyen kis humoros, kiben kicsit cikizős hozzáállás. Persze. Ennek ellenére az a jó, hogy ez a történet egyrészt úgy zárult, hogy a rendőrök. Hát hogy ne, hát ez mi is így kezdtük azért, hogy azért ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog, hogy elkapták, persze. A robbantó, különösen azért, mert azért hozzátenném halkan, hogy az elmúlt 20-25 évben sajnos a robbantásos, tehát az ilyen robbantásos ügyeknek a túlnyomó részében nem sikerült elfogni az elkövetőt. Igen, erről is beszéltünk, nagyon ritkán van meg az elkövető. Ez egy nagy dolog, és ugye hát nem csak a tech érdeme, hanem a nyomozók és a rendőrségé. Szóval itt azért sok ember dolgozott. Ez elvitathatatlan. Igen, hát ez csapatmunka volt, és azért ez klassz, hogy két héten belül valaki megvan. Jó lenne megtudni az indítékot, mert azért az egész olyan fura meg, nem tudom. Sok a kérdés. Péter, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Jó voltál, mint mindig, de hát nem dicsérni. Még elszállsz magadtól. Így van, nem akarom. Nem értem egyébként, hogy csinálja. Köszönjük szépen, ciao. Hello, hello. Ciao.
Na gyerekek, azért ez ugyanakkor megnyugtató, profi. Nem? Igen. Szóval ez tök profi, hogy ilyen jól működik az ország, a rendőrség, a tech. Szóval ezt így kell csinálni, robbantottak és két hétemből begyűjtötték. Ez klassz. Tehát az, hogy mindent összeszedni a helyszínen, szétválogatni, és a csávó valami elektromos panelt rendelt neten keresztül egy kamu e-mail címről, ezt észrevették, az e-mail címet, és még egyszer ellátogatott abba a fiókba, már hogy a számítógépén keresztül, és az alapján tudták meg, hogy hol, tehát hogy merre kell, és óriási. Ezért mondom, hogy vigyázz a pornó DVD-iddel, hogy ne a Deep Web-ből rendeld, mert azonnal fölgöngyölítenek. Látod, az mennek érteni téged. Én egy teljesen más taktikát alkalmazok. Én olyan mennyiségben nézek pornót már, hogy nem hiszik el, hogy... Igen. 5 terabájt egy éjszaka alatt? Lehetetlen. Kamu. Ez az egész csak magad meg akar vezetni. Mik ezek itt bédmája, nem menjünk bele. 7:30 múlt, pontosan 6 perccel jövünk mindjárt a játékkal. Anett! Ide jutam. 3:48 múlt, 4 perccel. Hello mindenkinek. Fú, hát ez az időjárás, ez egyszerűen botrány. Botrányos, komolyan mondom. Anett közben szelfizik. Kell az oldalnak a like, mi? Selfie-zél. Segíts már felé, légy szíves, neked hosszabb a kezem, meg mégis csak magasabb vagy. Új, igen. Valaki segíts már. Valaki segíts már, mondogatta Pákó mindig. Na, megvan? Hát nem, mert nagy a homlokom, de ez van. Aha. Jó kép lesz. Ezt a tiszteletedre. Kicsi béka, mondom azoknak, akik nem tudják. Hogy előttem? Hallottad a kis török gyerek dalunkat? Igen. Jaj, de aranyos. Jó lett a szelfi? Igen, nézem. És ezt most hova rakod ki? Kirakod az oldaladra? Mindenhová. Igen? Hát viccelsz, végre itt van. És most ki van a gyerekkel ilyenkor? Most mi van? Hogy van? Most hogy egy van? Édes, cuki kis babysitter. Egy fikus rázártad az ajtót. Igen, a kedvenc macia. Mondjatok igen. Ilyen vicces dolgokat, milyen erőltetetten bihogok, vagy írt itt valaki. Hogy a Kriszti viszi majd most mindjárt Oviba, és akkor ilyenkor nagyon izgulok. Szereti az Ovit? Imádja. Szereti a Krisztit. A Krisztit is szereti. Olyan aranyos volt, mondtam neki tegnap, hogy reggel a Kriszti lesz itt veled, amikor felébredsz, ne jegyni, és akkor rögtön jött elő automatikus, de én nem akkor... Én szeretem a Krisztit. De aranyos. Fiú lány? A Kriszti. Nem a gyerek. Fiú lány? Oliver. Ja, hogy fiú. Mondta, hogy Oliver-nek hívják. Kisfiú. Mi a jele? Harckocsi? Repülőgép. De akkor jó sűrű volt. Hát egy lánynak. Repülőgép a jele? Gyerekek, semmivel nem játszik, ami lányos dolog. Tehát tegnap este le akartam fotózni nektek, de tudtam, hogy úgysem érdekel, hogy mit játszottunk a gyerekkel. Fölpakoltuk az összes autóját egymás után, is felvonulás volt, és akkor szépen tologattuk az autókat. Szuperverdákat néz, szem a tűzoltót néz, nem? Jó, csak de hát ő még kicsi ahhoz, hogy olyasmivel játszom, amivel te szeretsz. Tehát, hogy még nincs identitás, az nem baj. Szóval ez ilyenkor nagyon sok szülő megijedettől, hogy gyerek játszik, fiú, gyerek játszik, lányos dolgokkal, lány játszik, fiú dolgokkal. Mennyi idős? 3 éves. Fiú, lány? Szóval nincs identitása. Ez még ilyenkor nem baj. Ha 20 évesen még mindig barbizik, az már lehet, hogy egy picit, nem azt mondom, hogy baj, de fura, de így 2-3 évesen még nyugodtan. Aztán ez úgyis megváltozik. Nem izgulok emiatt, meg nem esek kétségbe. Egyébként ez tök jó. Én bírom az ilyen fiúcs kis csajokat. Nagyon vicces. Nagyon is. Az volt az érdekes, volt pár hete szülői értekezlet az Oviban. Mondjuk nekem már nem volt olyan új a közösség, mert hogy Bölcsis is volt a kislány ugyanebben az intézményben, és hogy a szülői értekezleten kiderült, hogy minden kislányos szülő sokat hall otthon egy kisfiúról, a Benjóról. És hogy nem tudjuk, hogy ennek mi lehet az oka, hogy mindenki mesél otthon a Benjóról. Ugye valami nagy kaszanova lehet. Benjó nem lett? Benjó a kisfiú? Igen. Nagyon menő neve van. Benjó. Hallottál Benjóról? Olyan mutogat neked az öltözőbe Benjó. Megjátszol a Benjómon. Benjó. Énekes fia. És vannak ott helyes apukák? Vagy ilyen szingli apukák? Te a szingli vagy, nem? Vagy nem vagy szingli? Hát még ilyen félúton vagy. Félúton vagy? Nem, kifelé vagy már újba befelé, mert azért az nem mindegy. Tehát az, hogy álljunk hozzá. Sűrű 3 éved volt azért. Kifelé. Gyerek jött. Ó, gyerekek, igen. Elváltál, kirúgtak. Igen. Vert az élet. Igen, de nem voltunk házasok. Azt ja. Úgy voltam vele, hogy elég kötőd is. A gyerek meg a táskártya, úgyhogy házasságot nem kötött. Táskártya. Igen. És a közös zuhany. Igen. Szóval nem nézegetem én az apukákat. Nem. Én izgatottan jegyzetelek. Mindig háttal vagy? Nem. Az az előnyösebb oldalat a csintásnál. Jegyzetelsz a szülőim? Igen. Minden, persze, határidőket, dátumokat, lesz majd most tök faragó verseny. SMK-s lesz.
az nálunk is van minden este otthon. Kiválja maga előtt, faragó erős. És tényleg még egy nyolc az SMK-s feljelentgetős SMK-s önkéntes rendőrvonalat, amit itt adásban is nagyon sokszor nyomtál, nem? Visszavettem belőle. Igen? Igen. Szerintem a szülőség nagyon sokban megváltoztatja az embert, és az én idétlen forró fejűségem is elmúlt már. Most már csak minden harmadik rosszul parkolt jelentett föl, meg nyomott föl a Borsnak, meg a Blinknek. Olvasón küldte, meg olvasó riporterünk küldte, tudod. 3-4 masszívan menjük a félrehúzott a női WC-ben, és mondták, hogy sok. Szerintem miért gyúrok? De SMK-s vagy egyébként? SMK-s vagy? Nem. Voltál? Nem. Oda is kirúgtad? Nem. Ott is sok voltál egy idő után? Mindent megírogatott meg. Sziasztok, nekem úgy nem kell bemutatkoznom, de ti azért bemutatkozhatnátok, ez itt a könyvem, mert nekem az is van. Jó is az egyébként. Nem, szerintem ez mindenkinek, neked is ott vannak az idétlen videóid, amiket mai fejjel már nem csinálnál, tehát az ember szerintem nem ismersz igazán. Azt gondolom, hogy azért még azt gondolom, nem ismersz igazán. Dolgoztunk néhány operatőrrel és HD-ben. Igen, és jobban keresek olyan technikusokat, akikben jobban megbízok. Titoktartási szerződés. Akik nem teszik fel az internetre. Jó, hát persze, hát te is akkor komolyodtál egyébként, jó? Hát én azt gondolom, igen, de azért vannak még így is olyan dolgok, amik így nem nagyon sikerülnek, tehát például, amikor a gyerekem egy kicsit... Tükörtojás. Nem, elkezdtem a hozzátáplálást, és nagyon-nagyon lelkiismeretem, megvettem mindenféle olyan dolgot, amiről Biogabi szokott beszélni nálatok, csak hogy én nem tudtam, hogy például a rizspelyet azt nem nyersen kell adni a gyerek. Úristen, szegény gyerek, tényleg, nyers rizspely, meddig ettem, mi szorulása nem lett egy 3 hét után, tudod, a fülé jött ki. Nyers rizspely, nagyon finom anya. Fogas sem volt. Jó, de jó. Jó, ilyet mindenki elkövet egyébként. És akkor, tudod, hogy ezek olyan vicces dolgok, amikor... Szembe este 10, még mindig az első kanál trágya. És nagyon mert már gyorsabban azt a rizspelyet magunk, finom anya. Örülsz neki, hogy a gyerek még nem tud beszélni, nem nagyon fogja fel, hogy ezek így a ti titkaitok maradnak meg. Például pár héttel ezelőtt gyógyszermérgezést okoztam saját magamnál, elmentünk barátokkal hétvégére, az első hétvége volt, hogy a gyerekkel így kiruccantunk, ők is gyerekes család, és... Ezért rögtön tabletta. Nem, túltoltad a szanaxot. Itt áll a Rivotrira. Megint unikumot itt áll a Rivotrira. Véletlenül 2 levél posztinort vettem be. Pedig csak a fejem fájt. Végre egy szabad este. Hát, ha fájt, olyan migrén nem volt, bevettem 2 levél. Szép, szép, jó, jó, ezek is Oliverben. Második, nem örülnék. Na és mit vettél el, mi volt? Nem, az volt, hogy nagyon fájt a mandulám, és valamilyen gyulladás csökkentőt találtam ott. Miért nem szóltál nekem, én vagyok a torok képviselője. Igen, nagyon. Nagyon fájt a mandulám, hogy mondtam a Lácinak, hogy óvatosabb. Nyelvi is alig tudom. Na és? És akkor bevett egy gyógyszert? Rá volt írva, hogy 2x1-et kell belőle bevenni. Én azt gondoltam, semmi baj nem lesz, hogyha beveszek belőle 3x3-at. Mondjuk picit a dozírozásod azért egész más. 2x1, majdnem ugyanaz, mint a 3x3. Mégis a 2 meg a 9 a szinte ugyanaz. Nem, nagyon untam már, hogy nem tudok nyelni, beszélni, semmi. És hogy pont ott vagyunk Köveskálon, gyönyörű környezet, Balatonfelvidék. És az első estén, az egész éjszakát a vécén töltöttem. De mi volt ez, ami a mentolos cukor, vagy ilyen? Gyulladás csökkentő. Úristen. És elkezdtek ilyen szúnyogcsípésszerű hólyagok kijönni hát a testemet. Az, igen, hát az igen. Konkrétan igen. Remektem folyamatosan, borzasztó volt, nem bírtam felállni a vécéről, és én azt gondoltam, hogy én ott most meghalok. És képzeljétek el, a legrosszabb, nem volt 4G, nem tudtam diagnosztizálni nem magam. Nem tudtam posztolni. Látjátok rajta, mi van? És nem tudok fölrakni egy rohadt posztot. Gyűlölöm Köveskát, nincs 3G. Pedig most összejön a 250 like. És nem tudtam diagnosztizálni magam, hogy mi lehet a bajom. De aztán hál' Istennek elolvastam a tájékoztatóját a gyógyszernek, és hát kiderült, hogy egy picit túltoltam. De legalább elmúlt a mandula fájdalmam. Még ilyen, hát ilyen 2x1 vagy 3x3. Szóval, hogy így ilyen dolgokat elkövet az ember, még úgyis, hogyha gyereke van. Na jó van, hát zajlik az élet akkor nálad is. Abszolút, zajlik az élet. Hát gyereke is van már. Van. Na, hát én tudom, az egy másik. Fiú vagy lány? Az egy tudomás. Kisfiú, kislány? Kis Olivér. Kis Olivér. Na játszunk egyet, már is itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Barbie, hello Barbie, honnan hívtál minket? Sziasztok, igen Barbie vagyok, Budapestről hívtalak titeket. Ó, és mit csinálsz? Éppen úton vagyok munkába, ott pedig egyébként egy utazási irodában dolgozom, beutaztató referensként. Beutaztató referens. Migránsokkal dolgozol? Nem egészen. Leginkább törökökkel. Törökökkel? Görög-török ügyfeleitek vannak? Így van.
És ők mit néznek meg? Tehát jönnek és mennek tovább, vagy ez egy ilyen körutazás? Körutazást szervezek neki Budapest-Prága-Bécs útvonalon, és akkor egy hétig itt megnézik ezeket a szép nevezetességeket, és mennek városról városra. De jó, Szigetvárra nem ismerik a törökök? Mostanában nem. Mi? Összevesztek. Kiérti őket? Már nem olyan fontos. Valaki tett egy megjegyzést. Engem. Na figyelj, van egy híres emberünk, ennyi maradt a végére. Tudod-e a megfejtést így most? Igen. Na, mondd. Pokvicsák Mónika. Így van. Ez van, erről van szó. Meg is van. Kiváló vagy. Így kell csinálni. Azért én meghallgathatom, mit mond óra. Persze, így szólt volna, figyelj. Akinom kácsikrop. Akinom kácsikrop. Akinom kácsikrop. Én ugye kedden elmondtam, hogy van egy állatunk, és véletlen a Pokvicsák Mónikát mondtam, de nem rámondtam, hanem ugye ez jött föl. Pokvicsák Mónika, már kedden elárultam, úgyhogy szép megfejtés. Ügyes vagy. Ezért érdemes egész héten hallgatni a műsort. Bizonyám. Barbikám, van egy szép ajándékcsomagot, küldjük neked, jó? Nagyon szépen köszönöm. Puszilunk. További szép napot nektek. Ciao, hello. Hello, Szálem. Hello, hello. Egy perc, a 8 óra jövünk, Ákos idejük. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 8 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánok, és zseniális Offspring, hát nagyon szeretjük, úgyhogy ettől aztán fel lehet ébredni. Még az ember nem is rockzene kedvelő, igazából azt gondolom, hogy ez a zene, ez kiugraszt az ágyból, fogatmosol, nyomod a gázt, és be akarsz érni a munkahelyre elsőként, hogy dolgozhassál, nem? Szóval ez nincs ember, aki ettől ne ébredne. Hát és van 30 éves slágerük, és a legjobb ebben az egészben az, hogy Dexter Holland a zenekar énekese kapja az összes jogdíjat. Tényleg, ügyesen csináltam. Ő írja őket, úgyhogy. De jó kis csapat. Igen. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, nézzük, mi a helyzet az utakon, ebben a borongós, esős, hát rettetesen szomorú időben, szóval komolyan mondom, ha nem péntek lenne, nem hétfő, én is összefeküdnék. Megkinyírtam volna magam, hát ez felfoghatatlan ez az idő. Viszont azt nézem, hogy szombat 13, vasárnap 14, szikrázó napsütés. Így van. Ami most teljesen irreálisnak tűnik, és szinte... Ja, persze, meg itt Malagán vagyok. Nem, most Budapestet nézem, és tök jó lesz a hétvége. Már ha tudunk örülni a 13-14 foknak, de tudunk. A 9 és esőhöz képest ez egészen szenzációsnak tűnik, úgyhogy lehet szabad egy programot szervezni. Így van, hiszen vasárnap forgatni fogunk. Vasárnap forgatunk. Bent egész nap. Ez a jó. Király lesz. Ez a szép. Jó, de most gondolj, mert most ma menné például forgatni. Itt vagy reggel, korán keltél, az esőben kicsatogná az RTL-be. Na, hát csak jobb egy jó napsütéses időben arra gondolni. Így van, a busz megállóban nézném, hogy Bali elhúz a Verdát. Itt vagy, hello! Vigyáznék arra, hogy nagyon közel menjek a busz megállóhoz, hogy... Szia, Jani! Nyomnék két dudát, tűtűt! Holnap találkozunk. Majd kinyomnám az ülésfűtésemet, mert már úgyis melege van a fenekemnek. Beterítene 300 liter saras vízzel, és a kocsinak a vákümön pedig felrántal az esőnyőnek a tetejét, és kifordul egy járnékot. Igen. És még kikiabálnak az ablakot. Húz bele, mindjárt kezdünk. Elnök is, mert levonok. Aztán reggel kipihenten jönni a rádióba. Na. Nem, ez nem így van természetesen. Vigyázok én a busz megállóban állókra. Fröcsköltek már engem is, amikor BKV-ztem. Tudom, az milyen kegyetlenség. Baleset a 84-es úton Nagyszeg és Kópházak között. Kamion és személyautó ütközött, már most hosszú a sor. Ne haragudj, Balázs, de az előbbi zene borzadály volt, idiótit akarok. Azt nevelem, gyerekek, hát nevelem. Most elvileg van egy fixált fellépés jövő hét péntek Klassz FM Morning Show. Így van. De hogy aztán megjelenik-e, nem jelenik meg, jön, nem jön, a lóvé felét át kellett utalni, szabad szemmel láthat összeg, el kell, hogy mondjam. Előre kéri a felét, a megérkezés napján a másikat. Elvileg jövő hét pénteken egy extra szettel készül Oti. De... egyelőre nem nagyon válaszol a levelekre, úgyhogy nekiabáljuk el. Jövő héten péntek, retrónap, úgy néz ki, megbeszéltük. A négy napos ünnep előtt. Oké, gyorsan még egy pici közlekedés. M6-oson a 82-es kilométernél fotóznak, és Kiskunhalas belterületén Zöld Asztrából mérnek, ezt Gábor küldte nekünk. Hatalmas tolódás a 10-es úton, Vörösvár előtt, egy helyben állós, Peti, köszi, hogy elküldted. Mátyásföld repülőtéri hévmegállójánál dugó, Mátyásföld alsfónál egészen pontosan, mert hogy három autó koccant.
Valamint a 6-os főúton a 190-es körén 3-as karamból történt, nincs elterelés, mindenki vezessen óvatosan, ezt Okoska. Okoska küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mit nézel? Tévézel? Néztem, hogy a Feri miért tekinget mindig felé. Nálam mindig megy a tévé, nézzük, hogy mi van a... Nézel, látom valami, igen. Na, azt is hallottam, hogy bármelyik reggeli tévéműsorba beférkőztök. Itt egy vendég, átadtok egy üzenetet, a képen megy a stúdióba. Próbálunk garázálkodni, de nagyon jól veszik a lapot egyébként a TV2-sök is, tehát a múltkor Tilla volt itt nálunk, és üzentünk, átadta. Zsuzsi örült, Zsuzsi visszaüzen, tehát próbálunk mindenhol ott lenni. Igen. Mit forgatok vasárnapi húsdarálót, kérdezi egy hallgató. Gyertek át, ott forgatunk. Gyertek át péntek este. Aminek most látok az a cím, hogy gyertek át. Igazából, és akkor bárhova kerülhet a műsor, mert hogy péntek el lesz, de gyertek át. Gyertek át valamikor. Aha. Gyertek át valamikor, én itt hol leszek. Gyertek át, Balihoz. Pont. Este. Na, hogy vagy, Anett? Milyen itt? Jó? Jól vagyunk, nagyon köszönöm. Jó? Szépen rendben van minden, elindult a gyerekem az óvodában. Elindult? Igen. Na. Igen, most beszéltem. Kisfiú, kislány? Olivé. Mindenki tudja. Ilyetek, én azt gondolom egyébként, hogy közelítünk a 40 felé, kezd mindenki megőrülni. Anettnek itt elkaptam egy fél mondatot, amit nem tudom, hogy valós vagy nem, de hogy szellemírtásom vagy szellemlevételem voltál, vagy hol voltál? Ne haragudj, az nagyon-nagyon komoly dolog. Szerintem kezdünk megörülni mindenki. Olyan normális hiány voltál régen. Mi van? A 40-hez közeliek közül azért engem még vegyél ki, légy szíves, én csak 34 vagyok. Na, az akkor a gyerek, nem tudom. Szerintem egy picit mindenki megkaptan. De én tényleg erre nagyon érzékeny vagyok, erre a szellemírtós témára, most komolyan. Az volt, elmeséljem, vagy nem? Persze. Szellemírtókat hívtál? Igen, az egész csapatom. De mi, azt gondoltad, hogy szellemek vannak nálad? Hát ez úgy kezdődött, képzeljétek el, nyár elején volt egy ilyen időszak, hogy sorra elkezdtek elromlani a technikai berendezések. Otthon is körülöttem. Uh-huh. De nem, úgy, az olcsót kellett volna. Nem. Ez egy sovány vigaszar, hogy szart vettél. Nem? Már olvasnád, de használjuk a tesítás, nem nyomkodnád össze-vissza az összes gombot. Te mindenki kisült, meg elromlott? A laptopom, a telefonom, a mosógép, majd amikor elkezdtek az izzók is kipukkadni a lakásban sorban, nem az elektromos hálózat. De nem lehet, hogy tényleg csak túl sok áramot kaptál hirtelen. Nem. Meg azt érzi az ember egyébként, aki hisz ezekben a dolgokban, az érzi, hogy valami nincsen rendben, és az egyik barátnőmhez fordultam, hogy segítsen már ebben a problémában. Mert ilyen cuccokat nem tudod mi az Under Armour, csak segbe vágod reszteket. Ja, bocsánat. Igen. És ő megadta nekem Riácskának az elérhetőség. Riácska. Ria? Vagy Riácska? Én a szellem lennék, összepisilném magam. Riácska. Riácska. Igen, Riácska. Menekülj, gyerekek, jön Riácska. Ő kiírt minket. Igen. Én pucolnék. És oda mentél hozzá. Nem, felhívtam először a Riácskát. Hungária. És... És felhívtam, és elmondtam neki, hogy mi történik az otthonomban, és mondta, hogy hát ez egyértelmű, nagyon erős. Hát ez egyértelmű, mondjuk tényleg egyértelmű. Vagy aki Riácska, Riácska. Mindenki fog derülni. Egyértelmű szellem tevékenységre utal, és hogy elég komoly energiák vannak ott, amiknek nem lenne ott a helyük. És megbeszéltünk egy időpontot, hogy eljön majd is rendet tesz, és következő este, hogy én beszéltem vele telefonon, nem is következő este, mert következő nap, képzeljétek el, hogy, és esküszöm, tehát tényleg úgy igaz, ahogy itt ülök, hogy vezettem az autót, és a telefonom elkezdte magától hívogatni Riácskát. De komolyan! Aha. Tehát a szellem akarta, hogy kiírst. Nem, segítséget kért, ez nem kiírtás. Ja, a szellem kért segítséget. Nem, mert a telefon. Én mondom, hogy mindenki megkattan a gyereknél. Tudom, én is kicsit megőrültem. Mindenki megőrül, mikor gyereke lesz. Érezte a telefonot, hogy el fog romlani? A nem, mondjuk akkor miért? Be volt egy kicsit folyva a folyadék kristályos kijelző. Lehet, hogy ennek van valami köze hozzá, hogy mindig az utolsó hívott számot, de azért úgy félelmetes volt, hogy mindig Riácskát tárcsázza. És következő este otthon voltunk a kislánya, és egyszer csak elment a tévé, de semmi más nem, csak a tévé. Utána ugyanaz az izzó, amit előző nap kicserélt. De hogy megint? Na, én megyek. Nézd, ott megy egy Panasonic. Hol? Ott sétál, kielépcsőn. Oda néz, Olivier! Nem, lánga szuperverdák ment éppen, és elmentek itt. És hát én már akkor majd ezt csináltam magam, és nagyon-nagyon... De is felhívtam Riácskát, hogy segítsen már így, hát a tudj valamit távolból is még, amíg kijön, és tett ránk egy gyémántvét
Úristen, mondom, tudom, hogy mindenki megőrül. Jézus. Tudom, hogy ez már mindenkire. Gyémánt védő burkok? Igen, és... Telefonon keresztül? Igen, hát nem telefonon keresztül, csak elmondta, hogy ezt meg fogja csinálni akkor este. És mennyi, hogy 10 000 plusz áfa, gyémánt? Nem, az még, azért nem kell fizetni. Ha a smuknál veszed olcsó. És megkérte a szellemeket, hogyha ott vannak, akkor maradjanak a kert végében, amíg ő majd ki nem. De kihangosítottad a telefont, és így feltartottad, és mondta, hogy ezt figyeljétek! Szellemek! Riácska vagyok. Arra kérdélek benneteket, takarodjatok ki a házból. A jó ide sajátokban. Nem látjátok, hogy sír a gyerek, Oliver, nyugodj meg. És kellett stadiol papírból sapkát hajtogatni. Nem, úristen, ne beteg. Nem, hanem ő ezt elvégezte onnan távolba, ezt a rituálit, és majd megérkezett. Hát Riácska, ez 102 éves körülbelül. Én azt hittem, hogy egy még a hangos... Előttem egy 20 éves, kicsit fürtös hajú, aranyos, kedves lány, egy ilyen részpálcával. Nagyjából ez jött nekem most így beképileg. Egy pici Stradivari beütés. Igen, Riácska. Igen, de hatalmas forma. Nagyon-nagyon jó arc volt, és eljött, és 19 szellemet számolt össze a házban. Igen, mindegy 3000 plusz áfába került. Darabra megy az írtás. Persze, mennyire vagy 19-nél? Jó, akkor 4 maradhat. Számoljunk 15-et, mert annyi pénzem nincs. 18. Ja nem, a mögött is áll egy 19. Mennyire reális. És ráadásul érzékelt egy átjárót pont a hálószobában, és... Hát valahogy hát kell jönni a hálószobában. Igen, csak fura volt, igen. Általában hálószobákon van kiárat, bejárat. Itt van egy tolóajta. De 102 éves egyébként milyen formában volt? Jó formában? Nagyon, igen? Nagyon. Tip-top volt a haja, a frizurája. Abból a pénzből volt. Lehet, amit azért nem kér sokat, nem kér, tényleg nem kér sokat. Tip-top, ragasztott. Neked kezet kéne fogni a Julival, tényleg. Ő is ilyen szellemírtós, állandóan. Imádom az ő sztoriait is éppen ezért. Igen, csak ő két gyerek után őrült meg. Várjál, de az volt, hogy mert hogy csak írja valaki, hogy kint van a szellem a ganénál. Kint van a szellem a ganénál. Ez mi volt? Indul a bakterász, tényleg, igen. Szóval, hogy bementünk a hálószobába, és akkor mondja, hogy hát itt érzékelhetően hűvösebb van, hogy ez nem is véletlen. Mondtad, hogy mosszad be a termosztát. Igen. Na erről beszéltem, Riácska, ez a kurva termosztát is mosszad. Igen. Nem, de egyébként északi fekvésű hálószoba, és az a lakásnak a leghidegebb pontja, de mint kiderült, ez azért volt, mert hogy ott volt egy átjáró a másik világba, és ott jöttek, mentek. Úristen, én komolyan újjászületek, én szellemírtónak megyek, mert minden blödséget el tudok mondani, ami bennem van. Saját magadtól is tudom számlázni. Tudod, hogy északi fekvésű és kisméretű a radiátor benne, és kihisz valakit, mert ott hideg van. De nem a hideg miatt hívtam ki, hanem az elektromos. Atyám, átjáró. Igen, és lezárta az átjárót sok pecsétes lakattal, és akkor mondta, hogy most már itt ne legyen itt jövésmenés. És azóta így javultak a dolgok, nem mondom, hogy minden helyreállt, de érezhetően lekerült rólam valami teher, de még mindig úgy érzem, hogy valami akadály. Kiderült, hogy ült a vállamon is egy szellem. De ő mindig ott ült, vagy amikor elmentél otthonról, akkor is? Jött velem, igen. És akkor így leveszi ezeket, vagy azt mondja, hogy ezeket ő elküldi? Igen. Hogy mindenki menjen a helyére, azt ugye neki nem tiszta azt, hogy eldöntse, hogy most fölfelé vagy lefelé kell valakinek kerülni, hanem hogy mindenki menjen oda, ahová való, és hogy hagyjon minket végre békében. Na de várja, előbb falaszta le az átjárót, és utána próbált őket elküldeni, mert akkor ciki. Nem tudom már, hogy volt ez pontosan. Jobb azóta, vagy megjavultak a teszközök? Mondom, hogy igen, tehát hogy van javulás, de még mindig ezt érzem, hogy valami így visszafog, tehát hogy így próbálok mindent 200%-on, meg 200% csinálni, de hogy így valahogy nem akarnak. Nem lehet, hogy csak szimplás uta vagy? Nem hiszem. Mit tudom, hogy nyersz a zapkását adsz a gyereknek, vagy mit rizspelyek. Ja, persze, igen, az előbb még milyen megbocsátó mondtad, ez mindenkivel előfordul. Persze, én is másokat okoltam, mikor forró lett a tápszer, aztán rájöttem, hogy 4 percet tettem be a mikróba. Igen, csak egy dolog nem változott, még mindig találsz a ektoplazmás papír zsebkendőket az expasit laptója mellett. Az ektoplazma az olyan. És Riácska drága? Riácska drága egyébként, nem? Nem, nem, nem. És mit mondtad, miért vannak itt ezek a szellemek? Vagy itt ragadtak. Vagy pedig én szedtem össze, amikor mondjuk egy alacsonyabb energiaszinten rezegtem, akkor mondjuk olyan helyen jártam, ahol rám ragadtak, és akkor hazavittem őket, és hogy érezték azt, hogy ez az influenza. Jó. Amiről te beszélsz, ez az influenza.
De nem mondtad, azt, hogy nálam de, hogy van olyan szellemed, vagy volt olyan, aki úgy ült a kádban az egyik oldalán. Igen, de igen, hogy igen. Ő mindig ott ül. Ő mindig ott ül. Tehát igen. Ő neki az a dolog, hogy ül a kádban. Hát ő ott ül. Szellem akarok ül lenni. A kád. Tudj, hogy találsz rá? Tehát beírod, hogy szellemírtot keresek? Vagy így hogy vagy? Hát vagy maga ismerős úgy. Ja, ilyen szájról szájra terjedő. Hirdeti magát. És ez rontást is jelent ilyenkor? Vagy átkot? Vagy ez mit jelent? Nem, hát nem? Ez más. Ez az, hogy ezek az itt maradt lelkek megérzik azt, hogy kin keresztül kaphatnak segítséget, hogy kin keresztül jutnak el mondjuk Riácskához, uh-huh. És akkor azért tapadtak rám, mert hogy ők azt érezték, hogy én majd segítek nekik hazajutni. És... A gyerek, Oliver, látta őket? De most ezt komolyan kérdezem. Tehát, hogy, mert azt mondják, hogy a gyerekek sokkal nyitottabbak. A kislányomra gondolsz. Ja, a kislány, Olivia. Igen. Kisfürtös. Nem voltak ilyen. Érdekes, mert mindig figyelem őt, hogy hát, ha látva. Mert a gyerekek látják állítólag. Semmit nem mondod? Nem, ezek olyanok voltak. Aha. Akik nem Roberto kérdezi SMS-ben, hogy a tévét és az égőket kicserélte Riácska? Ez benne volt az árban? Vagy hozott egy új plazmát. Ölmegyek, becsavarom, hozott egy új panaszodik tévét. Megkotott a 66-os izzat, és megint ége. De nem lehet, hogy valami ellenlábasot tett rá tényleg rontást is amiatt? Simán elképzelhető. Én ez nagyon hiszek ezekben a dolgokban. Roli írja, Anett, bennem higgy, villanyszerelő vagyok. Igen. És ebben csak erős termékekben. Igen, igen. Hát ahány embert én megbántottam az életemben, persze, bárki tehetett rám rontást. Hát akkor le kell venni rólad, vagy akkor el kell menni a rontáslevételhez. Be, ilyen is van? Hát ilyen rontás nem. Riácska mellett? Persze. Nem Riácska, Fericske. Nem már. Te is, aki készült. Mondd, hogy nem örültél meg te is. Mondd, hogy nem bolondultál meg te is teljesen. Rontáslevelést tanultam az elmúlt hetekben. Ne! Hát. Mondd, hogy ez nem igaz. Esküszöm. Isten, Jani, ketten maradtunk még józanok. De miről beszél? Ez a szajkosztan egész reggel, hogy te is megőrültél. Mindenki megőrül. Szerintem egy kicsit mindenki megőrül. Itt van állandóan a borostyán nyaklánc, ami még a gyerekem fogzását segítette elő. Jön a fogad, vagy kiesett egy, és azt mondta, hogy ez igen, majd... Igen, és beteszem ide ezt az egy darabot, így ide előre. Nem, hanem a rontáslevételhez borostyán kell. Ezt én most komolyan megtanultam. Jézus Isten, én nekem te voltál az utolsó mencsvárom, aki még a józan eszét megőrizte. Teljesen. Meg... Erre Feri tényleg elővett a zsebéből egy borostyán nyakláncot. Mert megvan, itt van nálam a gyerek. Ja, de elmentél, most és... Most itt az eszem a mikrobomra a tejet. Nyugodtan, majd ha ráteszik, majd itt fogsz könyörögni, hogy Feri, gyere és vedd le. De neked ez, hogy elmentél, vagy valaki családban megállapította? Családban volt rontás. De... Én nem hiszem, hogy tényleg mindenki megkattan. Az a rántás volt. Igen, ez lehet, csak a rántás volt, Feri, csak... Nem, a rántást azt tudom, milyen, azt én csinálom, és akkor mondtam, hogy én ezt szeretném megtanulni, ha még egyszer lesz rontás valakin, és végre itt van állandóan nála. De szerinted ez az rajta? És neked is van valakid, ahova eljársz, mert Riácskának, vagy Anettnak van Riácskája, a feleségemnek Bélácskája van, csak mondom, ő Bélához jár. Riácska? Béla, igen. Na, én meg a Fericske vagyok, azt lehet jönni hozzám is rontáslevételre, illetve hát igény szerint tudunk rá tenni. De mi, hogy a családban valakiről levették, és akkor megnézted, hogy akkor kell. Megkérdeztem, hogy hogy csinálják, és mondta, hogy tök egyszerű. Jani mondta, hogy mindjárt fölkelünk, és elindulok reggel dolgozni. Mondd, hogy mindjárt megszólal az ébresztőra, és azt mondom, hogy újabb csodás reggel péntek van, induljunk be a rádióba, és az egész csak egy nagyon fura szürreális rémálom. Most tényleg te, aki hiszel a spirituális dolgokban, te vagy az. Én nagyon hiszek a spirituális dolgokban, de az, hogy ezzel te jössz elő, ez nem nagyanyámé, ez a gyerekké volt. Ehhez nem kell valami végzettség, ezt csak így lehet csinálni, most megmutatták meg. Riácska az előállt 3 diplomával, hogy egy hivatalos OK és szellemírtó, hogy mit mutasson meg, érted? Igen, egy művészeti tevékenység, eszély 92-23, ez egy szellemírtás, hogy? És itt a másoddiplom a rontás levételből. De benne a tevés az a másod, harmad a levétel. Jó, hát ha viszont egyre szaki vagy, akkor vegyük le róla a hírek után. Jó. Nagyon szép. Nagyon jó lesz. Úgy, János ketten maradt. Legalább van élőbbi, hogy átmenj hozzá. De elmondom nektek, hogy a gyerekek, Feri tényleg elővette zsebéből egy ilyen kis borostyán nyakláncot, és itt ringatja. Ha valami kofáról tépte a lehelet. Tessék, nézd meg, én már ezért mondom, nem egyszerűbb lenne, ha mindannyian csak szimplán innánk. Tehát miért kell ez a trip, amin vagytok, érted? Hát gyertek vele, vigyünk meg egy pohár rozét, hát miért kell mindenféle pszichedelikus szerekhez nyúlni? Hát azért csoda, nem kell ennyire menekülni a valóságból, gyerekek. Csoda, hogy állandóan dípőben menekülök én is. Elmenjünk érezni, aztán Feri mágus segítségével levesszük a rontást. Fericske. Tudom, hogy eljön az a pont, amikor mindenki egy kicsit megőrül, gyerekek. Amikor a felnőtt lét minden örömét megélted, megszületett a gyereked, elkezdted nevelni, és rájössz, hogy nincs más út, mint hogy egy picit megőrüljél, hogy szórakoztatóvá tedd a maradék 30 évet. Ez jött el nálunk is egyébként. 8:30, egy perccel mindjárt folytatjuk, Ákos ide jut, nem?
Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-9 van pontosan, és Anett a vendégünk, visszahívtuk, ugye, ha valaki esetleg nem tudná, mert az elmúlt néhány évben csatlakozott hozzánk, Anett sokáig velünk volt, hírszerkesztő volt, a műsor része volt, és azt 3 vagy 4 évvel ezelőtt kipatintották. Így van. De most visszahívtuk, hogy töltsön el velünk egy napot, legyen itt, és legyen vendége a műsornak, de igazából nem is vendég, hát egy régi műsorvezető társ, aki újra visszatért, úgyhogy csak mondom azon hallgatóink kedvéért, akik esetleg úgy újak ebben a csapatban, ebben a családban, a Morning Show családjában, és nem tudják, hogy de nem ő járt az űrben, és nem neki volt olyan műsorom, amilyen port törölgetett meg lizsében. Így van. Jó, vártuk nem, nagyon. Nem az, azon. Igen. És hát arról beszélgettünk, hogy ugye tényleg eljön mindenki életében az, amikor megőrül, ezt vagy felismeri, vagy nem. Uh-huh. De picit ez a 40-es életkor, és ezen életkorok meghaladása, vagy életévek meghaladása, vagy az ehhez való közelítés, ez egyfajta hát vízválasztó, és itt tényleg picit szerintem mindenki megkattan. Én legalábbis látom a barátaimban, ismerőseimben, anyukákban, apukákban, hogy mindenki az őrület határán van kicsit. Hát csak így ijesztő mondjuk, hogy Anett állítás szerint, hogy 22 évesen már ebbe a cipőbe lépve. Igen. És hát arról beszélt Anett, hogy nála vannak szellemek, megpróbálja őket riácskával elűzni, és aztán kiderült, hogy hát akitől nem vártuk, jött a rontás levétel, mert gyerekek, hogy Ferinek a családjában is volt valaki, aki rontást kellett levenni, és Feri nem viccel, elővett a belső zsebéből egy borostyán nyakláncot, hogy ő ezt hordja magánál azért, hogy ne legyen rajta rontás. Így is van, ez ugye a gyereknek a borostyán nyaklánca volt, hát egyrészt gondolni kell a november 19-e utáni átmeneti időszakra, egy jó ez a tévé. Ott van a helyünk, az ez a tévé. És akkor tudnám csinálni, de ez most nagyon-nagyon komoly. Igen. Nagyon komoly. Írja egy hallgató, nekem is volt ilyen időszak az életemben, aztán visszatértem az Árélyesre. Riácska az elműtől nyugdíjba ment ex-kolléga Roberta küldte nekünk. A kis megszakítóval lesz a probléma, nem a szellemekkel, írta Tamás. Csabi vagyok, kőművel, szívesen lezárom az ajtót. Feri nem a rontás, hanem a romlás levétel tanulta ecettel. Az jó. Az vízsliről, ecettel, meg húsról, ezt hallom én is. Borzasztó. Hogy ecettel átdörzsölik a húst, és akkor újra ki tudják rakni. Parizer, állítok már olyan, hogy zöld, érted? Tehát, hogy ez konkrétan... És az ecet kifakítja kicsit? Igen, sose csináltam, de ha gondolod, akkor egy próbát egy jövő hét szerdára... Mindig másra bíztad. Így van, hát nem fogom összekoszolni a kezem. Ugye? Szerdán csinálhatunk egy teszt a lelkét. Igen. Anett, mégis hány halat tartasz a lakásodban? Mondtad, hogy a hálószobában van a lakás leghidegebb pontja. Ja, Anett, ezek nem szellemek, csak szülő lettél. És mennyire igaza van egyébként a napközbeni halucinációk, a kevés alvás, a kiborulás, és ez a harc, amit a szülővé válás jelent, az egyébként megtettek előhatását. Na, hogy kell akkor levenni ezt a rontást, Fericske? Riácska után mondd el nekünk, hogy Fericske, mit tanultál? Figyelj, nagyon egyszerű a dolog, ezt én ugye most megtisztítottam, így tanultam, ezt leteszem ide melléd. Ne érj még, ne röhögj, nem hiszel benne? Fiszkulok, igen. Figyelj, így, jó. Ez azért van teljesen kör alakúra csinálva a dolog, hogy ez a végtelenre veszi le. Ha szétbontom és egyenes, akkor csak rövid ideig. Tehát akkor többször tudlak visszahívni, hogy levegyem a lóvétról. Gondoltad volna ezt valahogy a Ferivel is megéljük? Mert én nem. Szóval, hogy ez nekem komoly öröm ugyanakkor. Szóval nagy öröm. Tessék, a kör a végtelen jele, ugye? Ez még neked is megvan. Vadon János, te szkeptikus. Eddig. Mi van? Mi eddig van? Csak a neontól volt. Így lettél Frábátó 7-es BMW-jére, vagy? Hát azért ott van, mint a Pritai, meg a bicepszére. Hát meg a bicepszére 7-es BMW-re is, egy rózsadomi lakására, amit ebből szedett össze. Most a telefonom nem zavarja be? Nem, add ide majd. Ugye, ja, hát megvan, hogy miért. 7-es? Igen, Samsung. Óvatosan. Nem robban. Na, az a lényeg, hogy jobbról balra, ez nagyon fontos, a jobb kezedet, jobb kezes vagy? Igen. Na, a jobbról balra a kezedet így csúsztasd át többször fölötte, de ne ér hozzá. Jó, csinálja a lécet, és jobbról balra söpöri át, így van. Véletlen hozzáérjünk. Így van. Bukta az egész? Most elrontod az egész. Jaj, kezdjük újra. Na, kész, mehet. Most levettem róla. Isten. Mindjárt kész vagyunk. És köröznöd kell a borostyán nyaklánc felett. Fölötte húzni jobbról balra. A következő mozdulatnál állj meg fölötte. És most mondd utánam. Ne. De. Feri, te tényleg... Ne dumálj már bele! Ja, úristen. Rövid, figyelj, jön a mondat. Te kő, szólítsd meg a barátod. Ne! Te kő! Ez Frabátonál már 3000 plusz áfa, csak mondom, ez az egy mondat. Száblázom, innen indulunk. Te kő! Te kő! Parancsolom! Parancsolom! Ne! Hát ne nekem nem... De annyira szűk! Figyelj, ne te nekem. Kő! Parancsolom neked! Te kő, parancsolom neked! Hogy minden engemért támadást magadba szívj! Hogy minden engemért támadást magadba szívj! Ne röhögd el! És azonnal lögd is ki magadból. És azonnal lögd is ki magadból. A gonosz energiákat. A gonosz energiákat. Most vedd el a kezem! A kezem. Nagyon jó. És nézd meg, látod, itt van az oszlop föl. Uh-huh.
Fölfelé. Én most ebben egészen biztos vagyok, Jani, hogy ez nekünk, tudod mi van? Te is lefeküdtél 10-kor, én is, és találkoztunk álmunkban. És ez most egy közös vízió. Ez egy nagy közös vízió, amit most együtt álmodunk. Gyere. Te ott vagy az én álmomban, én ott vagyok a te álmodban. Gyere. És én rád nézek kétségbe esetten, de megnyugtatsz a pillantásoddal, hogy ez egy álombali, nem sokára. Nem tényleg fölkelünk. Tényleg fölkelünk nem sokára. Nagyon remélem, hogy nem lesz bevizelés, mint a múltkor. Azt is le tudom venni. Most, ha te tudod, hogy egy álom, kelts már föl engem, mert én ezt realizáltam, hogy ez egy álmom. Én egy csomószor tudom az álmomban realizálni, hogy álomban vagyok, és mindig fel tudok kiabálni, hogy üvöltök. De üvöltöttem, és nem keltem föl, akkor intézd el te, hogy felkeljünk. És csak mutatom. Az is itt van. Mutatom a én hámom, ha megnyom az óromat, mindig felkelek, de nyomkodom, és nem kelek itt fel. Itt a vizelés levétel, ide be kell tenni. De kell, az nagyon, az sötét, az akkor a kaki. A műtyűrt így. És egyet csavarunk rajta is. Aha. Na, de kész vagyunk. Nincs de figyelj, és hogyha nem volt rajtam rontás? Akkor most tettünk. Ja. Igen, most valami történt. Én azért jelzem, hogy a kábítószer még mindig illegális. Tehát, hogy így azért van. Bármihez nyúltatok, óvatosabb vagyok. Jó. Tehát bármit toltok, szerintem álljatok le. Egy picit óvatosabban. Vagy legalábbis mértékkel. Életem, hát mondjátok még, mibe fáj. Igen, szerintem egy picit beszélgessetek a dílereteknek, hogy át volt az ütve valamivel. Fel is vett a tecsós köles golyóból. Most kezd hatni. Egyébként atya volt. Ezt láttam az asztalat. Mondani is akartam, hogy milyen jól beleválasztottál a organizmába. Figyeljetek. Akkor most föltesszük az ír a pontot, mert az Anna jelezte, hogy itt van a Frabátó vonalban. Barátom! Jézusom! Le kell tennem a fülesszel, most kimegyek. Rendtársam! Igen. Jó reggelt! Legnagyobb tiszteletem, főleg Almáskának. Olyan jó dolgokat mondtatok, hogy valami borzalom. Na, hogy jegyzeteltél is. Figyeltem, minden reggel hallgatom a műsort, de ez az Anna nem mondott rosszat, nem tudom ki a Riácska. Anett egyébként. Igen, Annának Anett a keresztje, Anettnek Anna. Igen, Anett van most bennünk, régen műsorvezető társul. Tökéletes, tehát a Feri is jól csinálta, amit csinált, jobbról a kört, nagy, teljesen, tehát egy valamire kell figyelni, és amiről szó volt, ugyancsak nem hangsúlyoztátok ki, hogy ez, amit a Feri csinált, ez igaz, hogy rontás levét, de igazán egy személyes talizmán csinált. Tehát ezt mindig magadnál kell hordani, de a lakásról nem veszi le a rontást. Azt én is csinálok minden reggel a fajancon, egy személyes talizmán. Az más, teljesen más. Viszont amit a Riácsa csinált, az tökéletes. Tehát az tökéletes, azt így kell csinálni. Tehát amit elmondott szóra a hölgy, bocsánat, hogy ne haragudj. Feri a sárc. Tökéletes. Egy valamire kell figyelni, most óriási nagy szellemjárkálás lesz, hogy jön a Halloween. Ez a határ, ugye a fizika és a szellemvilág között elfogy, és itt jönnek-mennek. Ha le tudod védeni a lakást, és erre van egy nagyon jó módszer, tehát nem egy talizmán csinálsz, amit hordasz magad, hanem a lakást véded le, hogy ne üljenek be, hanem inkább menjenek át a szomszédhoz, hogy ne csináljanak problémát. A sima, egy fahéjat veszel, vagy van otthon fahé, de a fahéjat az ajtó elé szórod le. Ajtó elé nyílás zárja kell, és akkor nem tudnak a házba bejönni. Illetve a fahé egy olyan mágikus szer, ami csak a pozitív szellemeket engedi be. El kell, hogy mondjam, tudod, mi történt a stúdióban? Ne, ezt most komolyan nem tudom, én ezt most lefotózom, igen, mert ezt senki nem fogja nekünk elhinni. A Feri felemelt egy fahéjazacskót. Tehát az a durva, hogy a Feri felemelt egy fahéjazacskót. Ebben a pillanatban. Őrölt. Azt gondoljátok, hogy én csak úgy eljövök. Tényleg mindenki megőrül, gyerekek. Ametnél meg van tejbe gríz. Tegyem el egy kicsit az apkással. Kicsit összecseng. Tehát fahéjat a lakás elé? Igen, a ajtó, a nyilázárok elé kívülről. Tehát nem belülről, kívülről. Igen, belülről az nem jó. És ha elmúlt Halloween összeporszívózom, vagy utána mit csinálok? Nem, mert a Harlekin katicák ellen is jó, úgyhogy maradhat. Igen, látod, hogy szakképzett kisvágusok vannak. Biztos, hogy kell a fahéj, mert a küszöb is fahéj, csak darabos. Hát nem, az teljesen más. Igazából sót is használ, az a tengeri sót, és ezt havonta egyszer meg kéne csinálni. Tehát ugyanaz, amit megtisztítás, beszélt a Feri erről, megcsinál ezt a kis szertartás rituálét, viszont teleholdkor mindig meg kell tisztítani ezeket a talizmánokat, újra kell tölteni, hogy energiát kapjon, letisztuljon, és át tudja venni a negatív energiákat, ne téged érjen el.
nagyon fontos dolog. Amiről beszéltetek, az is nagyon érdekes, a gyerekek. Tehát a gyerekek 7 éves korukig látók, úgy hívják őket, jobban érzékelik a szellemvilágot. Ezért, ha figyeled a gyerekedet, hogy mit öried meg, hideget érez, lát-e valamit, oda kell figyelni, mert ő sokkal jobban tud kommunikálni ezzel a világgal. Csak 7 éves korától elveszti ezt a képességét. Elképesztő, hogy ebből ilyen jól meg lehet élni. Szóval ez nekem mondom, komolyan mondom, én már értem Ferit, hogy miért van nála fahé, meg... Jaj, meg... Hallgass csak, mi ez a zaj? Te megszólalt a Bömösnek a riasztója, menned kell! Bocsánatnak... A másik... Igen, mondjál. Nekem lehet egy szakmai jellegű kérdésem, hogyha Riácska lezárta ezt az átjárót, akkor ez így Halloween közelettével is ez így zárva maradt? Tehát mi biztonságban vagyunk? Hát mert nem szeretnék ott újabb jövésmenést. Tehát ezt meg kell időnként újítani? Hát attól függ, hogy mikor zárta le az ikori történet. Na, a Teleholdnál, tehát mostanában zárta le, akkor jó, akkor fog működni. Ha egy-két hónappal ezelőtt, akkor újra meg kell nézni, újra meg kell csinálni, mert ami nálad volt, az az alapja ennek a szellemvilágnak, az elektromos dolgok, meg minden ilyesmi, ilyen kisülések vannak, akkor ott biztos, hogy egy átjáró van. Tehát nem egy szellem, hanem egy átjáró. Most az átjárót nem jól zárod le, akkor ez újra nyílik, ez olyan, mint egy csapóajtó, és újra elindul ez a mozgás. Bizony, és a gyerek van, ott kisülés is van. Hát igen. Mi már átálltunk a gyerekülésre. Meg volt. Egyébként nagyon fontos az autó. Tehát az autó emblémák, amit senki nem tud, az autó emblémák egy védő szimbólumok. Ezért jársz te is Bömössel, mert tudom, a három betű mindentől megvéd. Én már régen adtam a Bömöst. Eladtam, nagyon régen eladtam. Mi lett, hát Panamera? El kellett, nem jó ment a biznisz. Na, igen, mert nem kellett egy S-kupét. Igen. Nekem is a Ferit kultiválom, mert alfám volt régen, és a legkultikusabb okult embléma az alfának az emblémája. Bal oldalon a kiskereszttel, a kígyóval, a leg de halál, nagyon olyan védő szimbólum, hogy igazából bármikor, amikor összetöröd az autót, vagy megtörik, akkor tőled, olyan, mint egy pajzs. Én ezt a Mitsubishiről hallottam, hogy a Mitsu jel, az egy nagyon védett embléma egyébként, de lehet, hogy ez is csak valami. Mindegyik védett, mert mindegyik azt mondja, az emblém, meg egy körbe vannak zárva. Ami a körön belül van, az ugye a kör a védelmi szimbólum. A Renault az más jelent. Az is egy gyönyörű jel, csak az hát picit más mutat. Igen, én nagyon szeretem a Renault jelet is egyébként. Jó. Apám azt mondta mindig, hogy az Alien véded, mert annak öntött vas lökhárítója. Vagy a gajtörő rács. Az még fontos. Jól van, ezek szerint még mindig kint vagy, Frabától, hogy felhívtál minket. Igen. Kiengedtek most hétvégére, rossz időre. Ezek szerint eltávon vagy. Jól van. Azért ne felejtsen lejelentkezni mindig. Hihetetlen, hogy lehet a felejt sétálni. Most hallottak a rádióban, jönnek értem szerintem. Imádunk, köszi, hogy csörögtél, vigyázz magad. Ciao, hello. Szedd a gyógyszert. Ne ellenkezz az ápolatot, a munkájukat végzik. 0,5-ös Rivotril mindentől megóv. És a számla? Na szórhatom a fahéjat? Úristen, gyerekek, mindenki megőrül. Mit hova? Ja, hogy itt. Hát persze, hogy be is végre. Ferite novembertől EZO-TV, te majd ott Iruskával vagy Boriskával vívsz. Jani, hogy mi mit csinálunk, azt még nem tudom. Hát, de ezek szerint fellélegzünk. Mi fellélegzünk. Végre. Szórd ki a fahéjt, Feri, hát ha az is jó az atkák ellen. Na megmutatjuk gyorsan, mi a beugró ármasugrása, figyelj mindenki. Hát már előre tudtad. Most vágtad össze, Zsűr, a mai jakból. Ebből egy csomót leadtunk. Figyeljetek, mutatjuk még egyszer. Na, drága hallgatók, írjátok meg, mit hallottunk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, és... Jövünk a kérdezfelelekkel. Jövünk a kérdezfelelekkel, így van, péntek van, interaktív 20 percünkön, ahogy szoktuk mondani, beszélgetés a hallgatókkal, amit szeretnétek megtudni, megkérdezni, Anettől is egészen nyugodtan, bármit, gyereknevelésre kapcsolatban. Van, család, mi a titka a rövid boldogtalan kapcsolatoknak, tehát bármi. Hogy lehet gyorsan, fájdalommentesen elválni, jön, nem is adásodt először, kérdezzetek bennünket nyugodtan, szívesen válaszolunk, jó? Írjátok, csak ne túl későn, most küldjetek el, ha van kérdés, hogy tudjunk válaszolni. Jó, egy perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után.
indul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 15 perc. Egy pici nosztalgiázás ezzel a szignállal. Hát ha már itt van Anett, akkor egy picit nosztalgiázunk. János annyira belemerült a gépébe, meg hallottad, hogy mi szólt? Igen, és nagyon durva. Nagyon durva. Teljesen én dezsavű érzésem lett, mintha már hallottam volna. Igen, egy régi szignál, amit nagyon sokáig adtunk, csak aztán lecseréltük ezer éves. Igen. Jó szólt. Igen? Ajját, hogy figyelj, most az... Igen, már azért máshogy szólna. Az új kornálunk picit jobb azért, de... Igen, de jó volt hallani, hát hosszú éveken keresztül ez szólt. Na, Anett itt van velünk, ugye meghívtuk, hogy legyen itt újra egy reggelt velünk, és ő pedig elfogadta a meghívást, és itt van. Na, hogy felkonfoltalak, mi? Ez jó. De ez így történt. De egyébként így van. Igen. Tegnap írt, hogy délután 4-kor, hogy akkor már kéne beszélünk a műsorral kapcsolatban. Én meg ilyen nagyon, szerintem én nagyon fáradtam, ilyen fél 5-kor. Fényelj, mehetsz holnap, mondd, vagy hatalán jövök 4-7, azt majd toljuk. Jó, jó, csak hogy akkor hányra jövök, hányra akarsz, gyere be, aztán gyere, majd toljuk, jó lesz. Most már nem kell. Azért az megír egy sztorita, hogy ezt leegyeztetik, ezt a mai érkezésre. Mondom a Balázsnak, írom neki, hogy de ugye nem felejtesz el felhívni. Nem, mert úgy is írsz. Mondom neked, persze, mert nem hívsz fel. De tök összintő, hogy felejtenél, aki úgy is rám írsz majd, hogy akkor megbeszéljük a pénteket. Erre csütörtökre rám írt, hogy most jogára megyek, ha akarsz, akkor utána hívjál, mert nem vagyok elérhető. Mondom, jó, majd délután hívlak. És akkor délután felhívtam. Mondom, gyere hatra. Más valami? Semmi. Tehát én lényegre törő vagyok, még abszolút. Még a klímát megkérdeztem, hogy mindig ilyen 9 fokba csapatjátok. Ja, tényleg megkérdezted, hogy mindig annyira durván nyomolják, és mondtam, hogy nem, télen nem. Télen nem klimázom szét a srácokat, szegények, ők ezt érzik, igen. Hát nyáron azért ez megtörténik. Reggel, amikor bejöttek, az első kérdés az volt, hogy már itt vagy. Igen, annyira örült nekem a János, hogy majdnem sarkon fogom. Azt mondja, hogy hát át 6-ra mondta Balázs. Ja, mondom, amennyit nekünk Balázs átad információt, felőlem, akár 5-re is jöttél volna. Laticel volt a kezébe, azt értem, hogy itt alszol, vagy... Tényleg azzal kapcsolatban még vannak terveim, még akarok valamit kérni tőled majd. Jó. Ne felejtsük el, a kérdés-válasz rovatunk után még valamit meg szeretnénk nézni. Nem úgy értem, hogy megnézni, nem durván, csak valami eszemült. Filmforgatás miatt szakaszosan le van zárva az első kerületben a Lánchíd utca, a Clark Ádám térnél, köszi Dávid. Nincs baleset sem dugó a Szentendrei Bogdáni kereszteződésben, tehát ott akkor már minden oké. A 10-es úton Pilis Csaba, Pázmány Péter körút, Egyetem Pilis-Vörösvár szakaszon áll a sor, fogalmam sincs, mi történt. Roxana hírta nekünk. Pilis-Vörösváron a vasúti aluljárónál útfelújítás, félpályás útlezárás miatt jelzőlámpás irányítás, szerintem emiatt lehet ott is a torlódás. Tamás, köszönjük. De Gödöl és Aszot között műszaki okok miatt a vonat forgalom félpályán halad, egy órája várunk, lerobbant egy tehervonat mozdony. Atya úristen. Három autó koccant a 16. kerület Mátyásföld részénél, valamint a Zöld Asztrából mérnek Kiskun halasom. Te jogázol? Igen. Igen? Jóga oktatói tanfolyamot végzek. A kutya fáj. Aztán minden segít neki. Januártól oktathatok jogát. Igen? Na. Jó. És a jóga melyik részét? Vagy mit? Ez egy Vinyasa Flow nevű ágazat a jogának. Hát illetve egy... te így mondod, nem azt nem. Olvastam eddig. Többször is így hallottam. Vinyasa Flow. Ez egy dinamikus jóga. Nem tartjuk ki sokáig a pózokat, nem egy statikus válfaja, hanem egy áramlós, folyamatos mozgásban vagyunk. Uh-huh. És oktató leszel tényleg? Igen. Hogy hívják? A lányomat? Nem, ő tudtam, hogy Olivér. A jogát. Ugyanaz. Kétszer is ugyanazt mondta, úgyhogy lehet benne valami. Lehet, hogy jó, igen. Na, de te gyúrtál is, vagy volt neked egy ilyen gyúrós hát korszakod, nem? Nem, én továbbra is egy. Igen? Igen. És ilyenkor mi van? De akkor ki volt a fotókon? Nem, most a lumbágom miatt egy kicsit szünetet kellett tartani. Lumbágom. Amikor 34 évesen lumbágód van azért. És indultál ilyen versenyken, ahol mindenki ilyen lehetetlenül ilyen bronzbarna színű, vagy ilyen narancssárgák vagytok, úgy néztek ki, mintha ellőtték volna a festékpatron, csak rossz töltett el, és mindenki lehetetlenül narancssárga ezeken a versenyeken, amit én sose értek. Nem narancssárga, az barna.
csak a reflektorok fénye miatt tűnik esetleg narancssárgának. Az rendes barnító. De miért kell mindenkit ilyen természetellenesen barnára festeni? Azért, mert azt mutatja meg az izomzatot, az hozza ki a tűnikokat. Ja, az a szín, aha. És utána lezuhanyoztok, és akkor ilyen... ilyen... Így van, Gyuri, nem is kell, csak befestik őket, és már csak mindenki izmosnak néz. Csak ott álltok az zuhanyzóba, és akkor mindenki ilyen barna festékázik le, amikor kijöttök ki egy ilyen versenyről. Nem, mert akkor nem együtt zuhanyozunk, tehát az úgy van, hogy mindenki otthon zuhanyozik. Úgy mentek haza? Persze. Jézus Isten, és a metró nincs, nem éheznek meg? Nem járunk tömegközlekedéssel. Ja, nem tömegközlekedéssel. Ja. Nem, de ott a festés, a barnítás az izgalmas, amikor föl vannak állítani egy személyes sátrak, és mindenki anyaszült mesztelenül áll ott a festékszórógépek előtt. És a pasiknak is be kell menni a festékszórógépbe? Igen. Jó, hát ezeknek a gyúra srácok. De a kukiukat miért kell lefesteni barnára? Hogy látszódjon. Hát, mert úgy hínezik, hogyha a katyának a nyoma ott lehet, tehát nem tud úgy bemenni. Ja. Ha a kukiuk nincs lefestve felé, akkor nem látszódik, ők gyúrosok. Ja, a gyúros kuki, ezt csak értem. Csak tök messzenül bemész, rátlövik ezt a festéket, és úgy mész fel a színpadra? Igen. Nem kell egy ilyen festő ember neked? Nekem nem, köszönöm szépen. Ez már automata vezérli, ezt már. Azt nem automata, nem. És lányok, nem. Úgy van, hogy beállsz a sátorba, ez egy ilyen egyszemélyes sátor, és akkor a lányokat általában lányok fújják, a fiúkat fiúk. De. Igen, és akkor... És befogod szemeszád, és akkor... Pontosan. Nagyon jó. Tök jól hozod. Tök jól hozod. Lefeselek? Emeld már fel a kezed. Jó. Pártus, úgy hozod, mint én a izét, a fogászati műszereket. Jó vagy benne. Igen, ez így megy. És akkor onnan mentek fel a színpadra, úgyhogy még csöpögtök, amikor kijöttök? Nem, hát ezt meg kell várni, utána be kell lenni a szárítóba. Jézus, atya úristen, de betegek, mentek a szárítóba? Hát ott egy ugyanilyen kis sátor van, csak ott nem festenek, hanem nagyon erős ventilátorok vannak hozzá, és akkor szóval már mint egy ilyen kocsimos, hogy bedobjátok, hogy a négyes mosás, hármas mosás, extra habos, nem kerékmosás, és akkor beálltok egy ilyen mosóba. Csak bizarr lehet. Nagyon az. Csak ott fújja mindenedet a hajszárító? Hát igen, de én úristen nagyon rosszul éreztem magam, hogy ott álltam kis testemmel, és akkor... Kapaszkodtál a ventilátorról, mert rohadt erős volt. És akkor oda ment a lány, és mondta, hogy figyelj, kőhalmikám, húzd már széjjel, mert nem mindenhova megy. És ezeket a pózokat, amiket ott a színpadon csináltok, amit én sose értettem igazából. Ezeket burlesque filmekből. Ugye? Mutasd már egyet, és ordíts már egyet. De nincsen ordítás, aztán megbeszéltem. Csinálj már egyet, léci, várjál. Ez nem ilyen csatakiáltás, nem tudok ordítani. Dobd le a felsődöt. Csináljunk egy élő közvetítést. Hogy ne dobnál le a felsődöt. Válaszoljunk a kérdésekre, és utána csináljunk ebből egy 3 perces élő közvetítést. Csinálj 3 pózt, és közde ordít. Nekem úgy nem kell az a férfiak pózolás, én ezt nem tudom. Figyelj, mi most láttuk a tévében valamelyik napig ment a nagyon vicces Móka című műsorba a TV2-n egy ilyen, hogy bement egy lány, és a lány gyönyörű volt, és bemölt egy srác is. Ők ilyen fit modellek voltak. Ismerem. És a srác ilyen, voilà, tehát ilyen típusú ilyen mozdulatokat tett, hogy ezt miért csinált, hogy így állt, és akkor csuklóból így csinált ilyeneket. Úgy lesz szép a mozdulat. De nem volt szép, vicces, nevetség, illetve nevetséges. Hát de nem vagytok ebben a szakmában az benne. Biztos. Tehát a bírák ezt várják el, őket ismerem egy pár egyébként, és most abszolút bajnokok is de lettek. De olyan, mintha egy kicsit így meleg lett volna a fiú. Hát nem azt mondtam. Gondolom, hogy nem az, ez most nem, tehát semmiféle háttér dolgot ne gondolj. Ebbe már rászaladtál, most már így. Nem tudom, hogy mik a szempontok igazából, nem véletlenül nem értem el semmilyen helyzést, de tudnám, hogy mik a szempontok, akkor biztos jobban csináltam volna. Én úgy ezzel a mozdulat azt szoktam így helyre tenni a családi ékszert, amikor így játékosan alám fordul. És akkor ott, állni kell, és egy-egy ilyen poszt kitartani sokáig? Tehát úgy ki kell tartanotok, úgy nem? Van, hogy van az úgynevezett T-séta, meg az I-séta. T-séta? T-séta. Tanuló, meg a I. Ez T alakba sétálsz? Nagyon ügyes vagy, Balázs. És az egyetem meg. Ott mi az I, ott a végén ugrasz egyet, az a pont? Vagy? Nem. Ott visszafelé jössz. A T-sétánál meg ki kell menni a színpad közepére, és utána pedig be kell állni alapállásba, és amikor mindenki bemutatta magát, akkor a bírók kihívnak úgynevezett összevetésre. Igen, hogyha valaki... a T-versenyzőket. Úristen, csinálj légy egy ilyen alapállás és egy ilyen biceps pose, vagy valami, de, csak, hogy ez mennyire groteszk így. Nem lehetne inkább valami jogát, mert hogy a fitness az annyira nem. Már nem megy, már nem. Nem, nem. 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 Hát csak állj be egy ilyen biceps pose és üvölts egyet. És mielőtt... Mondtam, ez az üvöltés. És mielőtt felmentek a színpadra, mindenki bepatintja a műfogakat ilyen.
előre, mert azt néztem egyébként, sőt volt egy lány is, aki most elmondta tegnap vagy tegnap előtt szintén egy ilyen riportban, hogy ő berakatott magának porcelánfogakat, mert hogy nem volt elégedett elé, és az összes alul felül kicseréltette porcelánfogakra, hogy majd az Arnold klasszikon jobban nézzen ki. Hát ez van ilyen, de minek, amikor egyébként is le van barnítva, hát úgy is vakít a fog. Így van. Elmosodott és kiabált, hogy derítés, derítés, mert megvakulunk! És az igaz, hogy ezeket meg lehet venni, ezeket a versenyeket? Tehát, én nem jöttem bele ennyire. Hát lehet, én nem vettem meg senkit. És hogy ilyen gazdag pasik elindítják a csajukat, és akkor megveszik a verseny neki, és akkor mit tudom én, fizetsz 500 ezeret, és akkor megnyeri a csajod a versenyt. Csörgünk le egy őszikére, kérdezzünk meg, hogy meg. Ő indult ilyenen? Hát ő volt ilyen. Igen, ő nem tudta. Megnyerte egy kategóriát, amit neki írtak ki, és hát zakóban indult. Ment a színpadra. Igen. Mutatta meg az izomkát. Na, már álljunk meg egy pillanatra, micsoda. Zakóban tehát ment fel. Elindult egy versenyen, abból abban a kategóriában ő egyedül indult. Így most képzeld el. És behúzta. Ember volt, híres ember kategória, senki más nem indult, győzike. Zakó, egy zöld zakó volt a szem, elől nyitva, tehát a kockahas az látszott, amit ne, a ne. Csinált ki, és ő lett a király, persze. Azt képzeld, milyen, mikor második leszel. Igen. Abban az milyen meleg. Sajnos győző nem értél oda az első. Igen. Csak a második. De egyébként tényleg kockahasa volt, mert nagyon csúnyán varták össze a zsírleszívás után. És tökre úgy nézett ki, mintha kockák lennének. És megnyerte legalább? Meg, hát egyedül volt. Nem, van más, meg nem hát tudod adni. Értem, akkor még elmaradhat az éremosztás. Második Gáspár. Az első helyzetben csak sem tudjuk írni. Úristen, de jó. Tök menő egyedül elindulni egy versenyen. Ez nekem tetszik. Magadnak létrehozva egy kategóriát, elindulsz és megnyered. Ez igen. Nagyon király, ez óriási. Ez szerep kategóriá, én jövök? Biztos megnyertem. Nekem volt olyan kategóriám Nyíregyházán az országos bajnokságon, ahol utolsó lentem. Azért? Ott voltál legalább. Ott. Mindenki. Tehát a többiek nekem lett volna sikerén menjünk. De az annyira nagyon rossz érzés volt ott. Na gyorsan nézzük a kérdéseket, válaszokat. Mondtad, hogy ide sérülök többen. Tök merő, hogy elindultál az utolsó lentésre. Azt is meg kell tapasztalni. Na, azt mondja, hogy... Engem kérdeztek, de én most nem válaszolok. Jó. Következő kérdés. Kislevek is fél, ez neked jött. Kislevek is fél, igen. Melyik mikori állodásra mész a cirkuszba a 200.000 feletti lájk miatt? Ezt egyeztetjük, mondani fogjuk, tehát ez abszolút publikus lesz. Én szerintem Ferit ismerve készül mindenféle meglepetés. Megyek az ötvös cirkuszba, be fogom váltani és dokumentáljuk bizonyítékokkal. Azt mondja, hogy... Milyen vékonyra vágta Viki a batátát, mielőtt kenyérpirítóba tette? Na? Mennyi ideig pirítottam, muszáj kipróbálnom. Teljes érzékenyen kislányom, gut érzékenyen anyukája, finnyás férje. Tegnap is ez volt a menü, most egy picit három napja eszük ezt a batátát, én már alig várom, hogy elfogyjon. Sokat szereteltetek. Nagyon vékonyra kell vágni, pici fél centire be a kenyérpirítóba, megpirítod mindkét oldalát, körözöttet rá és körözöttes batát a nagyon. Csak sokáig sül, mert nem akar megsülni. Egyébként lehet, hogy egyszerűbb sütőben. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi a válasz. De jó, és jutúróval is nagyon finom, egyébként próbáljátok ki. Miért van az, hogy március 3-án az egri kitelepülésen beígért ajándékcsomagomat még mindig nem kaptam, meg Jocó kérdezi. Március 3-án nem voltunk Egerben, de utána nézzünk, hogy ez mik a vanodhatott el. És igen, és hogy kiállította, hogy ők mi vagyunk. Kiről gondoltad azt, hogy mi vagyunk, igen. Anett kirúgásáról most már nyugodtan beszélhettek, tehát a kérdés, mondjátok el, miért rúgták ki Anettet. Nyugodtan beszélhetünk erről egyébként. Hát nagy volt a pofája. Anett akkor igazából úgy tartozott hozzánk, hogy mégse hozzánk tartozott. Anett, ez volt a baj? Ez volt a baj, így van, mert egy stábon belül mi senkit akkor nem... Akkor sokkal lehezebb lett volna. Így hál' Isten, viszont mi a stábon kívül volt, nagyon hamar el tudtuk távolítani. Nem, Anett akkor ugye a hír osztályhoz tartozott, a hírszolgálathoz. És akkor dolgozott még itt néhány olyan dilettáns, aki immáron nem dolgozik itt. És ők egyszerűen igyekledtek egy csomó mindenre, meg Anett velünk való kapcsolatára, rossz szemmel nézték, hogy Anett kvázi beépült a műsorba, és akkor így hosszú-hosszú munkálkodás alapján sikerült Anettet eltávolítani, mi pedig ugye hát a saját stábunkért felelünk, de akkor te nem voltál stábon belül, te a hírszolgálattal voltál együtt, és ezért tulajdonképpen Anettet kitették. Ez egy hosszú és bonyolult történet, alapjából ennyi a történet, mi akkor azt nem nagyon tudtuk megakadályozni. Többet nem kell erről mondani. Szerintem volt néhány szakmai hibája, pontos hívvel mondta a gólyát, meg ilyenek. Slendrián, szörnyű. Igen, szóval ez a lényeg igazából, de ezen túl lendültünk aztán. Így van. Visszajön a kamerát. De aztán a bűnösöket fél éve keresztül osztotta a Facebook oldalán, tehát hogy igazából... Soha. Nem. Erre kifejezetten figyeltem. Ennyi, amit megoszthatunk veled. Hogy név nélkül menjen, mert hogy sokkal...
A Lélek útja című könyvet olvassátok el, ha még nem olvassátok, nagyon jó. Illetve Andi kérdezi, hogy áll a bak... Nem. Megnéztem egyébként. Hogy áll a bakancslistás projekt, kérdezi Andi. Egyeztetünk, és szárba szeretnénk szökkenteni a két bakancslistás projektünket. Ugye van egy 104 éves dédnagyink, vagy nagyink, illetve van egy házas párunk, akik idősebbek egy picit, és nem repültek még soha, úgyhogy dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és hát meg tudjuk csinálni, és végre tudjuk hajtani, és tudjunk örömet okozni még három embernek. Ugye egy nagyit ki kell tüntetni a posta által, és 104 éves is szeretne a posta kitüntetettje lenni, illetve hát tulajdonképpen két házaspárt, vagy két idősebb házaspárt szeretnénk megreptetni, akik még soha nem repültek. A nagyról egyébként kaptuk egy csomó képet, és elképesztően cuki rajta. Nagyon helyes, ahogy ott integet Hortinak, ahogy belohagolnak. Hát ő a tanácsköztársaság idején született nagyjából. Tehát 104 éves, és nagyon cuki, mondta, hogy ha meg lesz a kitüntetés, akkor szóljunk, mert ugye hát mondta az ő unokája vagy lánya, igen, hogy akkor unokája. Ő elmegy fodrászhoz. Tehát ő készül. Nagyon helyes a történet egyébként. Nagyon szeretjük. Igen. Mit tennétek egy olyan exem, akiről ha visszahallasz még valamit, milyen övön alul ült, megéri még felkeresni, egy megbántott lélek kérdezi, ha az exed egy évvel a szakítás után, vagy az exedről és magadról visszahallasz még valamit. Szerintem csináld, menjél. Üss. Menj neki. De engedd el a francba, nyilvánvaló, de hát miért ne, hogyha őt ennyire bántja, nem? Igen. Ha most a férjed, de mi lesz egy nincs. Év múlva? Nincs már, igen. Van egy volt férjem, de az más. Igen. Én azt gondolom, hogy ezen már eddig már nagy vonalannak kell lenni. Szóval egy évvel az ex után már ezen nem szabad fönnakadni szerintem. Ja, úgy. Tényleg? Ugye? Mi jutott most eszembe? Most az, hogy volt férje. Igen, mert a férjet ismertük is. Neked volt egy férje. Igen. Emlékszem. Nem az, akitől gyerekem lett, tudom. Aki kislány. Hanem igen. Érdemes elgondolkozni, miért fut minden kapcsolatot zátorral, de előbb-utóbb nyilván meg lesz. Egyértelmű, hogy ők a hibások. Minden pénteken írok nektek, hogy mi lehet az oka, de nem tudom. Hát ez persze. Lehet, hogy a 2-3 próba után jön majd a jó, vagy jön majd az igazi. Vagy addigra te is tudod, hogy mit vársz el egy pasitól, és akkor találsz egy olyat, akivel ez a dolog már hosszú távon működik. Lehet. Nem? De lehet, hogy nem. Jön egy másik pilóta. Ő pilóta volt, nem? Igen, ugye? Ez is még mindig. Ugye, még mindig repül? Jó hosszú jár. Azt mondja, egy ötletszegény animátor szülő vagyok, ti honnan értesültök érdekes programoktól? Mindig csak utólag hallok róluk, főleg tőletek, írja Adri. Adri, ez egy állandó lelkiismeret furdalás szülőként, hogy lemaradsz a programról, ha más mondja, miért nem voltam ott, én miért nem tudom, szóval a szülői lőtt egy kicsit egy állandó lelkiismeret furdalás, nem? Adsz eleget, nem kellene többet adni. Hogy kell többet, pont jó, elég. Van. Ami van. Persze, elég ami van, de a szülői létezés egy örök kétely, nem? Hogy jól csinálod. De te honnan szeded a programokat? Internetről? Én szétnézek, van egy-két ilyen bejáratott oldal, meg jönnek is információk, valamire visszamész már, mert tudod, hogy lesz. Úgyhogy ilyen. Szerintem a mai világban, gyerekek, ahol van internet, ott azért ez nem egy ilyen bűv dolog, hogy hétvégére programot találni a környéken. Meg nem is kell mindig programot találni. Én azt annyira nem szeretem, amikor valaki úgy nevel a gyereket, hogy mindenre elviszi. Na most miért van velem? Most miért kötekedsz? Hát szegény gyereknek a világon semmi kedve, nem tudom, bábszínházba menni, vagy akárhova. Szeretnél kicsit otthon játszani a játékaival, és úgy cipelik őt mindenhová. Igen. Mondom ezt a saját lelki ismeretem megnyugtatására. Mert te nem viszed sehova. Nem. Akkor az ember megugyanázni, hogy nem kell mindenhova. Jól. Egyébként én a legnagyobb öröm a gyereknek, ha kicsit végre otthon maradt, tehát nem kell csinálnia semmit, és otthon játszhat. Én ezt mondom 7 éve Berinek. Úgyhogy mindig mondom neki, becsülje meg magát, más gyereket hozzák viszik, érted? Hát ő megjátszhat otthon. Balázs, láttad a mai borsóságot, havasolod is beszélt. Láttam, és rettenetesen szórakoztat. Igen. Szóval én szerintem ő baromi szórakoztató. Tehát ő most nem tudom hol, talán a Hajdunál, a Frisbee-ben az ATV-n, bement, és úgy kiosztott mindenkit, ami baromi jó, és nagyon szórakoztató. Fridi, könyvből tanulta a szakmát, de rossz könyveket olvasott. Mekkora duma. Gönci, annyi közel van a hírekhez, mint nekem a haragöntésed. Szóval szórakoztató, szerintem ezt be kell vállalni. Balázs, Sebesnyi Balázsról, tanítottam már az iskolában is. Nagy volt a pofája. Nagyon jó. és egyébként a bocskorról is lenyilatkozta. Szóval, hogy szerintem ezt
ezt el kell tudni viselni, ráadásul jól mondja, szórakoztató, én kedvelem a Harryket. Szerintem ez semmi baj nincs, bár csak az lenne, hogy mindenki kicsit szabadon elmondhatná véleményét, nem? Hát a másikról. Hát azért meri elmondani nyilván. Nem mered, meg meghurcolnak, meg félni kell, hát amellett sokat beszélünk Amerikáról, meg mindenki rájuk akar hasonlítani, de ez nagyon megy, hogy elmondhatod őszintén a véleményedet. Tök jól csinálta a Harry, hogy elmondta. Ha neki ez a véleménye, az igazított a világos semmi baj nincs, ráadásul tényleg tanított engem, és nagyon rosszul viselkedtem az ő óráján is. És vizsgáztatott is. Megpróbált meggyőzni bizonyos dolgokról, én vitatkoztam vele, reagáltam, tehát hogy nem voltam egy könnyű diák, de hogy ez egyáltalán nem baj. Meg hát, hogyha a nagy képességről beszél az esetedben, akkor tudjuk a forrást is. Én mindig mondtam, hogy tanár úr szívesen tanulok. Célbaért. Szóval szórakoztam a Harryken, és abszolút szórakoztató egyébként. Meg hát jó az, amikor egyébként a diák túlszárnyalja a tanárt. Szóval... szóval szerintem ezzel sincsen baj. Én bírom a Harryket. Na, ebben baromi szórakoztató szerintem. Ugyanakkor egy rendteretesen okos művelt pasi. Szóval azért azt hozzá kell tenni, hogy azért ott van nagy igazából. Nem? Hol? Tanár úr, hol? Tanár úr azért egy nagy koponya. Tök egyértelmű. Picit többet állít néha magáról, mint amennyire van. De úgy látszik, ennél a generációnál van most egy ilyen ahogy mi szellemeket írtunk még, mert ebben találjuk meg magunkat és borostyánokat, hogy most tényleg Fridi Habas, most így mindenki, igen. Tehát Fridinek a Tilláról való nyilatkozása, a hajósról, rólam egy olyan glosszát, egy eszét, egy publicisztikát írt, hogy a Fridi. De szépen összeszedett legalább 4 napon keresztül. Szóval most ennél a generációnál, mint a Habas, a Fridi, valahogy ez van, hogy most mindenkit helyre van kell valami. Tenni egy ilyen apukai, nári nagypapás ösztön, nem? Amivel most ők így helyre teszik a fiatal kollégákat. Rendkívül szórakoztató volt a Fridi levele is. Elképesztő, hogy abból ő mennyi energiát tett, nem? Szóval, hogy most náluk ez megy. Hát... ez a kinyilatkoztatós korszak? Most valahogy úgy van, hogy regulázzuk meg a fiatalokat, tessék? Most már úgy vannak vele, hogy mindegy, eddig nem merték, vagy nem akarták? Hát azért nem tudom elképzelni, mondjuk a Fridiről se, meg a Havasról se, hogy eddig nem mertek. Hát azért ők eddig is. Hát eddig a Balázs meghúzta magát, gondolom, és most már nem. De most húztam ki a gyufát a Fridinél. Énekek hónapok óta nem szóltam be senkinek. Nem tudom, észrevetétek a változást. Nem. Nem vettétek észre? Ne, én csak azt érzem, hogy gyűlik, és hogy már most megkezdett tartani, hogy ki lesz az, akinek beszólsz, mert rá fogod okádni az összes feszülés, az összes hiány. Igen, hogy egy ilyen sárhányás formájában rátörök valakinek, egy ilyen mizereze, vagy milyennek a rendes neve, kitör belőlem. Nem lesz ilyen, jó fiú vagyok, én eldöntöttem, hogy egy jó fiú leszek. Rohadtul unom, na hát ez rettenetesen nem szórakoztat, de jó leszek. Ez kb. Olyan hiteles, mint azt mondod, hogy 10 kiló izmot pakolok magam, megtanulok zongorázni. Adjál már, még kézzel járni se tudsz, adjál már. Ah, igen, de én egy dolgot 10 éve próbálsz megtanulni kézzel járni. És legalább próbáltad. Tehát, hogy még ezt azért te tettél érte. Jánosnak komoly bakasztistást erre jönnek, meg tudok kézzel járni. Igen. És suta vagy még, vagy már meg tudsz tenni 2 lépést? Felborulsz még mindig, mint egy ilyen büdös bogár? De hát nem jövök elővel, amíg nincsen meg teljesen. Hány lépés van meg? Ez mit jelent, hogy alakul? Már csinálod? Hát nem, a kézenállás része alakul. Ja, hogy még csak az, hogy egyetem fölmenjél. Persze, meg tudom tanítani. Az is most a póz. Most annyira... hogy hívják, mi a neve? A jogának mi a neve? Vinyaszapró. Harmadszor is ugyanazt mondja, ebben most már lehet valami. Most már kezdem el én. Az Osvárt Andreának láttam talán az Instagramján pár képet, kézenállós képet. Hát kész voltam. Jó, mondjuk nem mozgóképek voltak, tehát lehet, hogy csak gyorsan, de mit csinált, hogy? Kézenálló. Ő is jogázik már 20 évek óta, hát és gyönyörű dolgokat láttam ott. Menj fel az én listámra. Miért menni? Mert ott meg még szebbeket látsz. Igen? A legjobb SMS, hát ezt nem értem. Eddig jól megvoltak a Miróval. Jó, a Júli gyereke. Jó, a Júli. Ő nem az Anett, ő a Júli. Na, játszunk egy jó kis Ánosugrás. Ja, azt hittem, még van. Mert még volt. Mert találtam egyet, amit Viki törölt, ugyan tök cuki volt. De én szívesen válaszolok. Sziasztok, Janitól kérdezni, hogy a sok pornó hogyan hat a házas életére. Törölted? Gondol, erről de aranyos vagy. Hát ilyen rendes ember a feleségem. Nincs semmi gond. Figyelj, Silinder, egyrészt ez egy rádióműsor, tehát el kell osztani 2-től, és tudom, hogy még akkor is sok. Azért az 5 terabájt esténként. De az van, hogy a különbség köztem meg bármilyen más 40-es férfik között az, hogy én nem hazudok otthon. Vagyis?
Hát én elmondom. Tehát nincs ilyen, persze, ilyen nincs riadt laptop lecsukás, testápoló elrakás. Riadt laptop lecsukás, testápoló elrakás, és zsebkendő az orvos. Annál szánalmasan nincsen. Vagyok egy kicsit. Nincsen. Élet is irodalom. Most olvastam, kocsizoltál beteg. Jobbulást neki. Persze, hagyjál már. De akkor, ha ez nincs, akkor mi van? Jön be a Móni, és akkor csinál csak kicsi, mert addig én kiteregetek te magad. Rendszeresen bünteted magad. Nem is szokott csinálni. Tehát, hogyha nem teszed el, akkor viszont feltételezem, hogy megvan a másik oldal, hogy jó van kicsim, csak teregetek, csinál csak tovább nyugodtan, aztán elmegyek aludni. De aztán ne sokáig pajkoskodj magaddal. Nem szoktam kívülről nézni magam, de hogy téged most elnéztelek, hogy imitáltad a mozdulatot, bennem nincsen ez a fásult lemondás közben. Tehát, neked még jó? Nincs az, hogy néha unod egy picit. Dehogy is, ez meló. Vagyok. A meló az meló. Hallod, érted, folyamatosan fejlődik. Na jól van. Játsszuk egy jó kis hármasugrás, már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Brigi. Igen, én vagyok. Sziasztok! Hallottad, miről beszélgettünk, Brigi? Sok témánk volt. Hát, igen. Honnan hívtál minket, Brigi? Szegedről telefonálok. Szegedről. Itt van Anett, hallottad? Igen. Jézusen. Igen, az Anett, és hol van a voga? Ja, és nem Pécs. Igen. Oké, és mivel foglalkozol, Brigi? Beszélgess velünk egy kicsit, tehát, hogy mondjál magadról tényleg, dolgokat, dumálj, ne csak én beszéljek mindig. És miért csinálod ezt? Megváltottunk valamivel? Nem, csak egy kicsit izgulom. Ne izguljon. Az igazság, hogy új dolgozó vagyunk, és ez nálunk egy ilyen beavatási szertartás, hogy szerepelünk a rádióban. És adminisztrációs munkaszerben dolgozok. Az már ez mit jelent, hogy beavatási szertartás, segíts egy picit? Tehát aki új, annak be kell telefonálnia hozzánk? Hogy ez hogy érted? Igen, addig próbálkozunk, amíg nem sikerül. Komolyan is a régiek már voltak nálunk és játszottak? Igen. És aha. Így hallgatni kell minket emiatt? Mi folyamatosan titeket hallgatunk. Hol dolgozol, az NMHH-nál? Nem. Besztélyek gazdasági igazgatóságán. Aha, na jó, figyelj ide. Menjünk akkor? Igen. Így szól az első kérdés. Melyik rajzfilm és képregény sorozat egyik szereplője Charmander? Charmander. Jó sokat beszéltünk róla, mi is egy időben, mert hogy... Kémon. Kémon. Menjünk tovább? Igen. Ki volt, aki segített? Mindenki. Így szól a második kérdés. Melyik kontinensen található Patagónia? Patagónia, segít, sugár, pösik. Erzsike. Gyere már. Mi az, hogy Patagónia? Katikám, gyere már. Patagónia, Patagónia. Dél-Amerika. Azaz. Dél-Amerika, azaz. Így van. Ki az okos a csapatban? Egyforma okosak vagyunk. Hát akkor miért nem mondtad te rá? Valaki súg folyamatosan, azért mondom, hogy ott valaki kitűnik. Oké, menjünk tovább? Mehetünk, igen. Jó. Már nehezebb lesz. Na, ja, próbáld te megfejteni, én szerintem nem nehéz. Melyik költőnk felesége volt Bonca Berta? Bonca Berta? Józsi, mondjad már. Össed már. Kapikát, már Bonca Cézi. Barta. Nem Barta, Berta. Adi Endre. Hát, Anett, mondani akar valamit. Szerintem még időn belül volt, pont. Hogy puncsol? Jaj, a puncs király. Nem ő döntés, hogy jössze még ide. Jó, akkor időn belül volt. Hú, akkor maradom, itt a hely. Tessék? Akkor maradhatok, felvertek. Hát, ezen múlt. Ott is nagyon vidámság. Jól van, Brigikém. Gratulálunk! Na most fáradt hang hátulról. Igen. Basszus, azt hittem, ma nehezebb kérdéseket érez a hülye. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönjük. Köszi. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jó van. Elmegyünk egy picit reklámozni, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival.
3:10 múlt, pontosan 4 perc. Elmutatjuk gyorsan, mivel foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, az egyiket, mert hogy több van egyébként, akik nyilatkoznak nekünk, Tarjányi Pétert, és hát a robbantó elfogásának részleteiről kérdeztük, egyáltalán arról, hogy hogy megy ez ilyenkor, hányan vonulnak ki, mi történik, és hogy sikerült azonosítani. Sok érdekes dolgot hallottunk tőle, hogy hogy zajlik a nyomozás, és hogy kapták el végül. Nem tudom, hogy vagytok vele, számomra ő a hiteles biztonság technikai, politikai szakértő. Most komolyan mondom. Tehát, hogy mindig okosakat mond, mindig értelmes, mindig jól válaszol. Ez teljesen rendben van az ember. Igen, jókat mondott. Illetve, hát vendégünk volt Anett. Ki? Anett, meghívtuk, hogy jöjjön el hozzánk, és hát Anett elfogadta a meghívást, szívesen jött, reggel pedig elkezdtünk barátkozni. És aztán kiderült, hogy rontás van rajta, szellemek vannak a lakásában, szóval ő is megőrült, és a legnagyobb meglepetésünkre Feri előhúzott a belső zsebéből egy borostyanyagláncot, és azt mondta, hogy ő szívesen leveszi a rontást, mert egy ideje ezzel is foglalkozik. Úgyhogy János ketten maradtunk. Igen, de Anettnek összejött a 400 like, úgyhogy most örül. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc van pontosan 10 óra, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, de még úgy látom nem hívjuk. Addig mondd a receptet, Feri, nyugodtan, mi a recept? Kérlek szépen, egy amerikai, illetve olasz klasszikus, ami úgy született meg, hogy kivándoroltak az emberek onnan is Amerikába, és ott találták, hogy a spagetti jó étel húsgolyóval. És mindenki azt hiszi, hogy ez egy klasszik olasz kaja, de nem igaz, mert úgy került vissza, és aztán a világon mindenütt elterjedt a húsgolyó spagetti. Imádják a srácok, szerintem férfiak is megeszik, mert jó marha húsból van, úgyhogy ennek a képe meg a receptje már kinn is van, és nem bonyolult a dolog, plusz lehet előre gondolkozni. De mi a kaja, mert most mondta el. Semmi, nem érdekes. Nem értettem, mert közben figyeltem, csak írtam valamit. Cukkinis lecsó, most cukkinis. Ja, cukkinis lecsó. A húsgolyó, tudod, cukkinis. Cukkinis húsgolyó, jó. Nem, cukkini nincs benne. Ja. Nem, meg közben Annának írtam valamit. Egyébként tényleg jó. Már egy emlékeim szerint. Jó kaja. Imádják. Spongyabob is jelent. Tudod, mit csináltam? Batátát kenyérpirítóban. Batátát kenyérpirítóban? Milyen jó is ez. Csabikám, ki lettél szorítva? Nem vette fel a nap hallgatója. Itt vagyok, szevasztok. De hello. Hello. Hangja van ennek. Megismered még Anett, ő a Csabi. Hello, Anett. Hát most, hello. Hogy ilyen magasságban, ő persze, hogy megismered. Mi újság? Most hozok egy olyan zenét neked, amire azt fogod mondani, hogy ez kájó, de nem mondd ki a csúnya szavakat. Zsüllel összedolgoztam, hogy a Zsüll meg fogja mutatni a részletét. Mit fogok hozni? Tessék! Jó, ez tényleg jó. Ez a tapos. Mi ezt a... Nem, ez tényleg jó. Várok erre a... Jó, de ez jó, kikőká, jó? Nem, Kaigo, most az mondom. A neve, hogy Regan Bone Man. Aha. És Human dal címe. Egy friss előadó MC-ként kezdte a karrierjét, de aztán az apja azt mondta, hogy menj be a kocsmába, ott játszik egy blues zenekar, állj be jamelni énekesként. Beállt, és azt mondta, ez jó, hát te tudsz, csináld, és csinálja. De jó, ez egyébként tényleg jó muzsika. Jó muzsika. Egyeztetted? Hogy a saját zenéket behordod? Tudnánk róla. Tűnik ez saját? Gyerekek, sajnos az élő videót már nem tudtuk megcsinálni, mert nem volt rá idő alatt, tehát még akartuk egy picit, hogy itt lépjen fel a porondra, és üvölcsen el nekünk két biceps poszt. Porondra majd te fogsz lépni. Hát, sőn megyek én is a porondra, mert megvan a 200 000, így van. De ne felejtsétek el, hogy 250 a végcél, tehát még lehet lájkolni, oficiál, ezt keresd, ezt a feliratot, tehát nem un, hanem csak simán oficiál. Ki van írva, hivatalos? Már ezt is magyarul is tudunk, jó van. Akkor hivatalos weboldal. 250 is örökre ott maradsz, és minden nap posztot kérünk a hétvégéről is, mész forgatni, tudom, nem érdekel a kulisszatitkok. Nektek. Mit? Hát az, hogy 250, tehát ez eddig jött össze 2, és most még 2 hét alatt kéne 50. Ugyan már egy nap alatt össze 15 000. Nem tudom, nem szemem, nem tartsam, mi a hónap van. 4 hét van, melyik hátra. Igen. Sokat dobsz akkor, hogy elkezdesz posztolni naponta, hogy megjegyeztük, vagy hogy megegyeztünk. Kulisszatitkok, hogy mész forgatáson, ő az operatőr, mosolygunk, puff, kész, itt vannak már, nézd meg, ő lesz az egyik vendégünk, egy selfie, jó? Hát holnap után jön a János, majd valamit kitálunk, egy videót csinálunk János. Jó, azok úgyis az, azokat megváltunk egy lányokat az öltözőben. A gesztit most kiadjuk, bár igen. Elég szép cicié vannak. Anett, jól érezted magad? Nagyon, nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a lehetőséget. Legalább te. Jó van. Igen. Szuper. Hamar elment, nem? Nagyon, úristen, nagyon-nagyon. Majd? Jó. Aha, örülünk, hogy itt voltál. Majd örülünk, hogy itt voltál. Gyere máskor is, ha itt hagysz valamit most. Puszilunk, köszönjük, hogy eljöttél. Drága hallgatók, vigyázzatok magatokra, hétvége van, jó pihenjen mindenki, holnap már jó idő lesz.
Feri receptjét tessék megcsinálni, mi pedig jövünk hardkor hétfőn. Szevasztó! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.